Balázzsal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez itt a Best of Morning Show. A téves dekodolásnak köszönhetően, amit ma igyekszünk helyre tenni, Zsül és Laci egy szobába keveredett. Oh. Hát, ha ismerik valaki a két embert, ők együtt töltötték ezt az éjszakát. És ez szerintem egyébként nem csak rájuk igaz, hanem mindenkire otthon, akinek olyan párja van, aki brutálisan horkol, mert hogy szerintem erről abszolút lehet beszélni, hiszen emberek ezrei, tízezrei egyrészt szenvednek maguktól, hiszen nem tehetnek róla, csak reggel mondják neki. Kettő, ugye, akik ezt átélik és aludni nem tudnak, szerintem egy maga a pokol. És egy brutális rémálom. Az. Na, hát Laci volt olyan aljas, hogy felvette. De szemét vagy, Laci! Laci, hogy a kollégádat árulod el, nem már! Hát valamivel múlatnia kellett az időt, amíg nem tudott aludni. De ez nem egy intim dolog. Hát van, aki is horkolok, rám szokott szólni a Wikinia, hogy ne, tökre bánt, mert az ember nem tud mit csinálni, aztán mióta megműtötték az ormandulámat, azóta ez eltűnt, hál' Isten. Ennyi. Szóval, hogy ez... Meg Laci kíváncsi volt rá, hogy, hogy vajon hol fér el a mi zsűlünkben az a benzines aggregátor, aminek a hangját egész éjjel hallott. Na, azt mondja, hogy... Húzd le, Benet! Ez a legjobb! Mit csináltad? Te pakoltál közben? Nem, egy zacskót keresett a fejére. Na, hát így horkol, De nem csikisztett közben? Kicsit olyan volt, mintha egy ilyen irgalmatlan nagy macska dorombolna. És nem is a horkolós rész, hanem a beszívás a szörnyű, ahogy a levegő kezd, ugye? Igen, ahogy utatör befelé a levegő. Én hallok olyan családokról, ahol egyébként a nők külön alszanak. Hallok olyanokról, akiknek kénytelenek voltak külön hálószobába menni, mert hogy egyszerűen brutális módon horkol vagy a férfi, vagy a nő. Hogy mit lehet csinálni? Igaz-e az a legenda például, hogyha tapsolsz egy nagyot, akkor a horkoló megijed, és kijön a mélyalvási fázisból, és abba adja. Te próbáltál valamit, Laci? Nem próbáltál semmit? Nem lökted meg? Vagy befogod az orrát, azt is mondják, hogy ilyet kell csinálni, hogy odamész hozzá, befogod az orrát, vagy megcsikized a talpát, vagy gyufát raksz a lába közé, meggyújja. Az a legjobb, a gyufa! Megérinted az orrát. Tehát ma már nem valószínű, hogy együtt fogtok aludni, de hogy. Tehát ez tényleg nagyon meg tud keseríteni, akár egy párkapcsolatot is, ahol az egyik fél horkol. Én nagyon sok barátomtól vagy ismerősömtől hallom, hogy van egy-két nő a csapatban nálunk, aki úgy horkol, hogy konkrétan elkezdik verni a radiátort a szomszédok, ha éjszaka mondjuk egy mélyalvási fázisban van, és nagyon elkezd horkolni. Ezért ez egy nagy teher, nem? Hát, és főleg hölgyeknél. Most képzeld, amikor összejöttök, mert pár év alatt kialakulhat egy ilyen dolog, de hogy összejöttök, és egy csodálatos nap, egy csodálatos éjszaka, érted, és akkor szépen mindenki így elernyetten ott fekszik a párnán, és egyszer csak azt hallod magad mellől. Jó, mondjuk, de jó, ha ezt hallod, akkor egy varacskot visszalálszol egyet. Azért ott kisuransz gyorsan a cuccaidért, és meglépsz el akár, nem, nagyon nem, gyorsan. Itt makkot szórok elé, és felébresztem. Igen. Nem, mégyem el már ébredtön, ha ugyan már te. Igen. Szóval, hogy ez egy nagy... Nálatok horkol valaki, Feri? Van nem, hála Istennek. Senki? Nem. Én, hogyha... Te se? Hát akkor, amikor olyan nap van, tudod, hogy úgy jövök haza, tehát viszonylag sűrűn este... Kicsit akkor... beesik a nyelved a garatba, igen, akkor... amikor elfáradsz, fogalmazzunk így, hogy amikor elfáradsz, és a legrosszabb az, hogy a hátonfekvés hozza kiállítólag a horkolást. Tehát ha a háton fekszik a delikvens, de most az orrbefogás az időlegesen jó, mert amikor befogod az orrát a mellettet horkolóknak, akkor van egy ilyen fölhorkanás. Gyorsan fölébred, mondod neki, hogy fordulj oldalra, drágám. Már nem most érted, hanem akivel együtt alszol, mint te egy régi időben. Ezzel Zsül is, illetve Laci is próbálkozott. Fordulj oldalra, drágám. De semmi. És de akkor semmi. Mondjuk 2 percig csend van, ezek után ő visszadől a hátára, és ugyanúgy fog horkolni. Igen, a forgatás az nekem is működött. Volt gyerekkoromban egy olyan családtag, most nem akarom kibeszélni, hogy ki ő, aki nagyon hangosan horkolt, és mi a bátyámmal azt csináltuk, hogy megemeltük. Tehát ő se tudott aludni, én se, egy szobába aludtunk, fogtuk, és akkor átgörgettük az egyik oldaláról a másikra. Egyébként ez ilyen 10 percig segít, tehát 10 percig fönn van, kicsit mocorog, azt hiszed, hogy abba hagyja, kezdesz el aludni, ráfeszülsz arra, hogy nem tudsz aludni, de majd most abba hagyta, gyorsan el kell aludnod. Ugye vannak, akik horkolók mellett aludnak, ők alszanak, ők ismerik ezeket a stádiumokat.
hogy elkezded magad belehergelni a szünetben, hogy most kell elaludnom, most kell aludnom, most abban, el kell aludnom, gyorsan siess, most nem. Bealszol egy kicsit, már majdnem alszol, és abban a pillanatban. És kezdődik minden előről. Megint felkelsz, átforgatod, átmozgatod, megint abba hagyja, elindul egy ilyen jaj, gyorsan el kell aludnom történet, ugye hergeled magad, hogy aludjál, aztán amiatt nem tudsz elaludni, megint pont elaludnál, megint ott, hogy... És bejön egy ilyen kabóca járásba, megérkezik a horkoló, és ez így megy egész este. Aztán párnát raksz a fejedre, és aztán külön szobába költöz. Vagy kint a kádban kelsz föl reggel. Vagy ő kell föl kint a kádban, igen. Vajon hány magyar háztartás lehet? Tehát ez egy ilyen magyar népbetegség? Nem hiszem. Erről azért így nem olvasni, hogy ez csak a, mondjuk a horkolás, az népbetegség lenne. Az szerintem lehet egy csomó minden oka, vagy lehet egy csomó minden miatt, nem? Biztos, hogy nem. Bár a túlsúly állítólag az sokat dob rajta. Én nem tudom, mert ez már régen volt, de állítólag a túlsúlyosak jobban horkolnak, vagy könnyebben, hamarabb kezdenek el horkolni. Az állítólag megvan. És tudod milyen, amikor megijesztesz egy elefántot tapsolással? Tehát ha ott egy nagy test megindul, az veszélyes. Igen. Akkor azért ott érdemes beszorul egy picit a sarokba, aztán kivárni a végét. Apa! Az mennyivel szebb, mikor a lány, mikor nevet és horkant nevetés közben? Ja, de akkor nem alszik, az mondjuk engem nem zavar. Tehát az mondjuk jó, amikor úgy nevet. Hát ez tényleg nagyon jó. Én az bírom, nekem az a nincs baj, mert arról azt gondolom, hogy olyan, mint amikor jó ízűen. Jó... Szerintem az zseni. Akkor az az érzeted van, hogy jó ízűen nevet. Nem? Annyira cuki, nem? Tehát az a jó ízűen nevet. Nem, mert most kezdesz átestel a ló túlsoldalra. Nem, tehát nem ez a... Tehát nem ez, mert akkor már ott hogy gyorsan örül körülötte a plac. Igen, de amikor ébren van, az kevésbé kiábrándító. Na, drága hallgatóink, biztos, hogy rengeteg olyan hallgatónk van, akinek a párja brutális módon horkol. Mik a tippek? Mik a bevált módszerek? Forgatni, lábacsikizni, meggyújtani nekem tetszett, amit mondtál, a meggyújtani. Igen, gyufát tenni a lába közé. Fülször leperzselni. Igen, fájdalmat okozni, tapsolni a feje felett. Ugye nagyon sok praktikát hallottam. Mamához visszaköltözni. Igen, írjátok meg, hogy mit csináltok, jó? És azt is írjátok meg, hogy ha női horkoló van a csapatban, akkor ő másként horkol-e? Mert azt mondják, hogy a női horkolás is legalább annyira brutális tud lenni egyébként, mint a férfi horkolás. Tehát, hogy ne gondoljuk mi férfiak, hogy annyira durván horkolunk, mert van egy-két nő, aki állítólag, tehát konkrétan ráhívod a katasztrófavédelmet. Úgy, igen, úgy horkol. Jó? Várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. A horkolásról beszélgettünk, mint népbetegség, hogy kinek milyen módszere van, és hát látjuk azért, hogy rengetegen szenvednek ettől a kisebb banálisnak tűnő dologtól, mert mindenki mosolyog, amikor azt mondja, hogy valaki horkol. Viszont amikor együtt kell élni egy olyan emberrel, aki masszívan horkol, az maga a megkeseredés, ahogy kiderül az SMS-ekből is, rengetegen próbálnak ki különböző módszereket, ki üti, ki szurkálja a férjét, vagy a feleségét, ki tapsol. Hihetetlen SMS-ek vannak, csak szemezgetve egy-kettőt. Azt mondja, hogy egy jól elhelyezett ütés az orra alá, aztán nyugodt az éjszakád, ezt Lénárd küldte nekünk. Üdülésünk alatt külön-külön heverőn pihenve, és mivel nem értem el a kezemmel, ezért egy lépcsapóval próbáltam elhallgattatni a rohadékot. 12 éve megszabadultam tőle, ezt Angi küldte nekünk. Itt van egy kis... Igen? Úgy érzem, hogy Andiban van egy kis gyűlölet a volt párja iránt. Nem? Az előbb igen, olvasott. Igen, kicsit utálja a párját, igen. A mama annyira horkolt, hogy felébredt a saját horkantására, és körbejárta a házat, hogy hallotta a betörőket. Ezt képes volt naponta eljátszani, mert nem volt hajlandó elhinni, hogy horkol. Ki van itt? Ki az? Halló? Hallottam? Igen. Cicegni kell, mint a malac etetés előtt, írja Ildikó. Azonnal abba hagyja. Aztán egy másik SMS. Én állítólag nem horkolok, hanem ordítok éjjel. Oh. Ortapasszal meg olyan hangokat adok ki, mint egy VRC alapjáraton. Mi külön alszunk. Imi küldte ezt nekünk. Köszönjük szépen. Azért ez milyen durva, már külön kell költözni. És ráadásul az ortapass sem segít, sőt, még ront a helyzet. Igen, még rosszabb lesz. A férjemet rugdosni és bögdösni szoktam. De volt olyan is, hogy ráordítottam, pontosan akkor kezd el horkolni, amikor elaludnék. B küldte nekünk, nem merte aláírni. Higgyétek el, nincs szörnyű bannál, amikor a saját horkolásomra ébredek, és még jól meg is ijedek tőle. Tünde küldte ez nekünk Tiszavasáriból. Ez milyen, amikor fölébredsz, hogy hallasz valami hangot, vagy tudod, hogy a horkolásodra keltél? Valami állat van a szobában. De tudod, hogy ott a saját horkolásodra kelsz? Nem, szerintem arra ébredsz, hogy nem kapsz levegőt. A horkolás miatt, ugye hátraesik a nyelv, és akkor nem na kapsz levegőt. Na jó, de levegőt. Fölébredsz egy...
az oké, de fölébredsz egy hangra, azt te tudod, hogy a saját hangod, vagy tényleg megijedsz, hogy hallottál valamit? Tehát, hogy milyen lehet, amikor a sajátodra kelsz föl? Ugye a mama, aki körbejárt, mert azt hitte, hogy betörők vannak. Hát meg nem esett le, hogy ez a saját horkolása. Igen. Valaki azt írja, hogy hústűvel a jobb oldali tüdőt meg kell szúrni a laterális oldalon. Na, ez korrekt gyógymód. Dr. G. küldte nekünk, köszönjük szépen. Nálunk a férjem a nagy horkoló, de annyira, hogy ő a földszinten, mi az emeleten alszunk, és még így is hallani. Nincs mit tenni. Ha fel is ébresztem, a következő 8 másodperc után megint kezdődik. De jó Isten, mekkora csapás lehet. Azt mondja, az apám szokott horkolni, vele alszom egy szobában, de olyankor egy hanyag mozdulattal belerúgok a szekrénybe. Felriad, és már nem mer visszaaludni. Ajánlom mindenkinek. Igen, szegény pater. Komoly terrorban van. Bence küldte nekünk. Nálunk a külön szoba vált be, írja Zsú. Én a kórházban minden este mankóval ütöttem az öreget. Azt írja Barti, hogy ordítva horkol. Na de ott már tényleg mi lehetett végső elkeseredésben? Igen, az már nagyon szomorú helyzet, igen. Az én páromnak befogtam az orrát, reflexből olyan taslit kaptam, hogy csillagokat láttam. Megtanultam horkoló ember mellett aludni, puszikata. A horkolót óvatosan lerúgod az ágyról, oszt jó van. De óvatosan ám. Ne essen nagyot. Mama, nagyon jó az SMS, mama a szomszéd szobában fejét a falnak támasztva aludt. Horkolt. Bátyámmal azt hittük, papa fúrja a falat. Ákos küldte nekünk, aztán egy nagyon hasznos kis jó tanács. Teniszlabdát kell varni a pizsi háta közepére, mert csak háton horkol az ember. Igen, ezt sokan mondják. Egyébként ez egy jó ötlet. Teniszlabdát varsz ugye a pizsire, ráfekszik, kényelmetlen nyomja, és mindig vagy oldalra fordul, vagy hasra fordul. Képzeld, igen. Már átmegy a szobán előtted a párod, a feleséged, és egy teniszlabda van a hátára, van, nem áll. Milyen szép az együttélés, milyen ugye? Szép a szerelem. Megint nem a teniszlabdás bizsomádat vetted föl, légy, és öltözzél át, mert rohadtul fog szorkolni. Itt van egy utolsó, gyönyörű, apámra kiabálni kellett, hogy kussolsz, és akkor nyertél egy másfél percet. A lényeg a tisztelet. Amikor a saját apádra ráüvöltesz, kussolsz! Zsolt már! Belerugsz még egyet, érted? Hol a tisztelet? Hol a szeretet, érted? A saját apádra ráüvöltesz, hogy kussolsz, nyersz másfél percet, a másfél percet megpróbálsz elaludni. Azért milyen szép ez a horkolás, ugye? Gondolhatja valaki, hogy nem közügy. Hát mindenki szenved. Vagy azért, mert te horkolsz, vagy azért, mert nálad horkol valaki. Csodálatos. Saját apádra ráüvölteni. Uh-huh. Gyönyörű. Közelebb hozzá a családot egymáshoz, az egy jó kis horkolás éjszakánként. Kussolsz. Tudja a papa? Tudja a papa, hogy ezt szokták neki kiabálni? Nagyon sokan egyébként szenvednek ettől, hogy tudják, de nem tudnak mit csinálni. Szóval ez egy olyan típusú népbetegség, ami egyben bántja is az embert, ha valójában horkol, mert reggel ugye szemrehányó pillantások közepette mondja el neked a család, hogy horkolsz. Szégyelled magad, nem tudsz rajta változtatni, és ott van 3-4 ember, aki miattad nem tud aludni. Ennyi. Tehát aki horkol, legalább annyira szenved másnap reggel. Szóval az éjszakát neked kell ugye végig szenvedni. De azért az jó, hogy ott van a fatero, tisztelet, becsülöd, imádod, egy köztiszteletnek örvendő ember, és akkor éjszakán kell. Kossasz! A saját apádra, aki kiszolgáltatottan egy ilyen kis boxerasomot. Így alszik, ugye? Tehát ahogy nem akarod látni a saját apádat. És igen. Azért még nyomatékosítod egy a fejhez vágott klumpába. Igen. Füldugó, az segítheti ilyenkor? Az jó megoldás? Jó megoldás, hát Janit kérdez, ő használja. Te az orrába dugod. Te alszol ilyen füldugós. Igen, a füldugó az mindenképpen jó. Igen? Mindenképpen jó. A hagyományos szivacsos munkavédelmét nem ajánlom, az igazából ez csak egy szükségmegoldás, viszont vannak ezek a nagyon jó minőségű viaszos füldugók. Kiváló. Konkrétan kirabolhatják a lakást. Bármit csinálhatnak, le is bonthatják a házat, és kimaradhatsz ott a vizére a puszta pőre alapon egy ágyon. Most is hoztad, itt van nálad? Ahogy ne volna, persze. Ben van még a fülében. Képzeljétek el, hogy itt nincs akkora hangzavar. Tehát, hogy nekem itt nagyon nyugisak az éjszakáim olyan tekintetben, hogy nincsen. Nincsen vele probléma. Itt azt szoktam, hogy ilyen szendvicsbe rakom a fejemet, hogy egy párnára ráfekszik, és egy másik párnát pedig a fejemre rakom. Nem már, Jani, ne kérlek! Ne. Mert szeretem. De párnával a fejeden alszol. Aha. De milyen nincs aj a folyosó? Hát egymás mit? Mellett van a szobák. Azért viszonylagos van, én szeretem, hogyha döngítsenek ott körülöttem, meg zümmög. És ráfekszel egy párnára, és egy másikat pedig rárakok. Esze. Nagyon aranyos kis szendvicsben van a fejem. Jézus, atya úristen. Na jó, nem is akarok belemenni. Morning Show. Amiről szeretnék beszélni, az nekem nagyon tetszik.
Mármint nem maga az, hogy embereket vernek át, mert erről beszélünk, hanem az emberek átverésének mikéntje, ugyanis egyre nagyobb számban dőlnek be állítólagosan magyar nők is különböző romantikus átveréseknek. Hmm. És kettő igazán népszerű ága van ennek, szerintem beszéljünk róla, hát ha belefutunk egy olyan hallgatóba, és már most mondom a hallgatóinak, hogyha valaki magára ismer a történetben, és nem szégyeli ezt a dolgot, vagy bevállalja, hogy őt valójában felültették, az írjon már nekünk egy SMS-t, és visszahívjuk, szeretnénk vele beszélni. Ugyanis egykorról lehetett hallani, hogy közszereplőktől is megpróbálnak ugye pénzt kicsikarni, és talán Csisztus Zsuzsa volt az, aki igen, bedőlt egy ilyen e-mailnek, miszerint ugye neki van talán pont egy dél-afrikai vagy dél-amerikai rokona, megtalálták őt, mint leszármazottat, ugye utaljon át, mit tudom én, 3000 eurót egy bankszámlára, és megkapja a családi örökséget. Erre emlékeztek? Mi beszéltünk is Zsuzsával. És megkérdezik, a kecskéket, a teheneket és a sárkunyhókat. Igen. Zsuzsa ezt az összeget egyébként átutalta, és aztán az örökséget ugye nem kapta meg, nyilván csalás volt. Afrikai volt a... Nem ölelhette Kebrilre a maszáj rokonokat. Igen, afrikai volt a sztori. Igen. Illetve kiderült, hogy 3 busma hagyott rá 2 kecskét, és egy tűzgyújtó pálcát. Igen. És 1,5 kiló sót. Igen, az nagy érték a sivatagban, gyerekek, az nagy érték. Igen. Na, és ezt továbbfejlesztve, egyébként 2 útja van most a romantikus átveréseknek. Hát, ha találunk tényleg egy embert, egy alanyt, aki ebben menne volt. Az egyik, amiért szerintem nem lehet hibáztatni elsősorban a nőket, ők a nagy menyasszony bizniszben lesznek átverve. A másik pedig egy olyan módszer, ahol főleg Nyugat-Afrikában, kivált Nigériában működő szervezetek magyar, többek között magyar nők bankkártya számának megszerzésére tesznek különböző lépéseket, és számomra teljesen megdöbbentő módon még mindig bedőlnek ennek magyar nők, és odaadják a bankszámlájukat. Ugye nézzük a nagy mennyasszony bizniszt, hogy ez miről szól. Ez nekem egy picit izgalmasabbnak tűnik. Igen, ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Ugye a nagy mennyasszony biznisz arról szól, hogy az arab országokba kimennek magyar nők különböző charter járatokkal, és ott hát, hogy is mondjam, szerelmi viszonyba keverednek Yusuffal. Igen. Hívjuk az emberünket, a csalót most Yusuffnak. Yusuff a tevehajcsár. Hát, jó. Legyen tevehajcsár. Legyen így. Azt hittem, hogy kicsit feljebb kalibrálod a társadalmi szintet, de legyen tevehajcsár. Elmennek Tunéziába, elmennek Egyiptomba, és számomra egyébként nem annyira meglepő módon, mert értem ennek a lelki hátterét, hogy mi van emögött. Uh-huh. Szerelmet keresnek, és nagy szerelmek köttetnek a nem tudom milyen utazási iroda által megszervezett út alatt. 3+1 csillagos szálloda medencéjének a partján. Így van. Kifekszik mondjuk Katinka, ne Katinkának, kifekszik mondjuk Ilona, legyen Ilona. Ilona nevű közszereplő nincs. Kifekszik Ilona egy tunéziai tengerpartra, jön Yusuff. Így van. És egymásba szeretnek. Nem, előtte még összeszedi Yusuff a medencébe hullott faleveleket egy hosszú ilyen szálnak a segítségével, nem? És egymásba szeretnek. És innentől kezdve kiderül, hogy az egész nem szól másról, mint arról, hogy ezek az emberek egyébként összeházasodjanak a magyar nőkkel, és ezáltal sok-sok ezer eurót megspórolva, vagy rávéve a célszemélyt arra, hogy ő fizesse be nekik ezt a sok ezer eurót, kapjanak olyan papírokat, amivel ők aztán nyugodtan tudnak utazni Európában. Tehát a magyar nő érzelmeit kihasználva, sok-sok ezer eurót elvéve tőle, összeházasodnak, és ahogy a házasság megtörténik, abban a pillanatban lelépnek. Eltűnnek egy giroszosnál. Bemennek, esznek egy falafelt, még kimennek a hátsó bejáratot, és ott ül Ilona, szerelemtől duzzadt keblekkel, várja Yusuffot, aki még ott volt az előbbi falafeltevet, de Yusuff már nincs és ott. És akkor azt mondod, hogy minden hazugság volt, hogy ő is imádja a baklavát, illetve hogy ő is tud olcsón aranyat, és 12%-os karátaszámot. De tényleg? Tehát, hogy az összes mind kamu volt, tehát nem is volt benne valójában szerelem? Nem volt benne szerelem, több ezer eurót kell egyébként. Tárkán legújabb slágeré. Az is kamu volt. Igen. Több ezer eurót kell egyébként ezeknek a nőknek befizetni. Nyilván egyébként szexuális kapcsolatot is létesítenek többek között magyar nőkkel, és nem szól másról a dolog, mint hogy hát a nőket, mint könnyű prédákat kihasználva, bevándorlási hivataltól szereshessenek papírokat, és ezáltal ők már Európába tudjanak munkát vállalni, letelepedhessenek, és stb. Fölháborító. Hibás-e az a nő, kérdezem én, aki egyébként így megy ki Egyiptomba?
Kezdjük innen, nem előre jelezve, hogy elítéljük azokat, akik telefonálnak, sőt, mitől örülnénk neki. Csak kérdezem, ti mit gondoltok erről? Tehát, hogy direkt ezért, vagy csak az egyhetes, mert van egy csomó olyan magyar nő is állítólag, én már hallottam középkor és a fölött, aki azért megy ki egy hétre, hogy ott szerezzen magának egy partnert, de csak erre az egy hétre. Ugye így kezdődik, és akkor ő szerelembe esik, Jusuf ezt észreveszi, és lelép az országból. Hogy... Lelép az országból, jönne Magyarországra, és a naív nő több ezer eurót utal át a bankszámlájára, intézi el a papírokat, fizet ki neki. Döbbenetesen jól csinálják, mert az érzelemre hatnak, beleszerettetik magukat, ugye, hát tulajdonképpen a nővel a pasiba, ajándékokkal halmozzák el, kisebb-nagyobb dolgokat vesznek neki, teljesítenek az ágyban, teljesítenek, mint férfi. Sokszor egyébként ezek a nők azt mondják, hogy jobban, mint egy európai. Tehát kedvesebbek, odafigyelőbbek. De ez a beetetés időszaka. Megkapják a papírt, és onnantól kezdve állattá változnak, féltékenykednek, ütni, vágni kezdik a nőt, vagy lelépnek, és eltűnnek a papírra. És lehet, hogy ez még a jobbik eset. Na, mit gondoltok arról a nőről, aki kimegy? Mondjatok valamit, érdekel. Hát... Kimegy és szexel egyet, és aztán egy Jusuffal szerelembe esik. Semmi kivetni valót nem találok benne. Abszolút. Hát most azért, mert Jusuf, és lehet, hogy benne van ez a sztori, hogy ő csak le akar lépni, tehát egy lelépési szexet kezdeményez Jusuf, attól szerintem a magyar nő érzelme, a szerelem, az lehet tök őszinte. Ez mindig olyan álságos dolog, hogyha belegondolunk, mert hogyha ugyanezt mondjuk mi pasik csináljuk, akkor ez az vagány, ez belevaló, kicsit egyébként a része is a nyaralásnak, és mindenki többé-kevésbé, hogyha szingli, akkor ezért megy ki. És aztán, amikor egy nőről hallunk ilyesmit, akkor meg vannak, akik ilyen rettenetesen prűd, meg szemelezős módon állnak a dologhoz, és azt mondják, hogy hú, szégyelje magát, micsoda er. Én nem ítélem el, sőt, azt gondolom, hogy ezzel nincsen semmi baj, sőt, azzal sincsen semmi baj, hogy ebben testiség van. Én nagyon naívnak gondolom azokat a nőket, akik két nap után Jusufba beleszeretnek, úgyhogy nem tudnak semmit egyébként az elő életéről, és utána mondjuk egy hónapra két rá... Két nap után egy idegennek baklavát! Anya! Egy hónapra rá Jusuf megérkezik Magyarországra, elveteti magát Ilonával, és ezáltal a papír által, a házassági papír által, itt ugye a lényeg a házasság, mert a házassági papír után kapnak egyébként kedvezményes feltételekkel, szerezhetik meg a beutazási engedélyét, az állandó tartózkodási kártyát, stb. Tehát nagyon és nyithat itt Magyarországon egy saját döner kebabost. És nyit egy döner kebabost, igen, és a Szerály étteremlánc pedig öngyilkos lesz. Jusuf megnyitott a legjobb. Jusuf megérkezett Ilona oldalán Magyarországon. Szóval, hogy baromi naivak ezek a nők. Hát gondolj bele, kimész, nem tudom, a régen megszűnt Yorgos Traverrel Tunéziába, ledobod magad a medence partjára, jön Jusuf egy forró teával, és két nap múlva szerelmes vagy. Hát azért ez tök nonsense. Tehát ehhez érzelmileg nagyon kiszolgáltatottnak kell lenni. De miért? Hát szerelem első látásra az tökre működik. Hát hány olyan pár van, akár a te ismerőseid, én ismerőseim között is van, akik meglátták egymást, egymásba szerettek, és kész. Eltűnt a világ. Szerintem feloltották a villan. Itt nem erről van szó. Tudod, miről van szó? Hogy önbizalom hiányos, talán kicsit csalódott, vagy éppen elvált nők, akik egy-egy éjszakát keresnek és kalandot keresnek kint, elhitetnek magukkal valamit, hogy ez szerelem, és belezugnak egy olyan dologba, ami alapjában nincs is. Mert kiszolgáltatottak, mert éppen itthon átverték őket, mert érzelmekre vágynak, és jön Jusuf, egy ezüstálcán hozza a forró teát, hozza a banán meg a mangót, és ezek a nők egyszerűen beleszeretnek, mert elhiszik, hogy ez a szerelem. De a Daliás medence klórozóban. Igen. Anna, mit gondolsz erről, te, mint nő? Kíváncsi Igen, vagyok. Én azt, amit te. Tehát, hogy én nem vagyok, hogy mondjam, teljesen igazad van. Nagyon sok a szingli, olyan csajok, akiknek sajnos nincsen partnerük, és hát el lehet tekerni a fejüket. Én nem hiszem, hogy ez jó dolog. Egyébként nagyon sokszor így az arab országokra visszatérve, hogy kultúrák közötti különbség szerintem nagyon kemény. Tehát nem biztos, hogy ez jó dolog egy ilyenbe belebonyolódni. Nem. Tehát, egyáltalán nem. Nem kaptál még a Pétertől egy kétszemélyes Bianco csekket, nem tudom, Tunéziában, hogy menjél a barátnőddel? Figyelj, én ott egy nagyon menő lennék, azt csak így mondom neked, voltam figyelj, azon a részen. Azonnal megvennének. Alkuttak rám pár tevér. Én nem vágyom erre, megmondom őszintén, hát mindenki maga dönti el, hogy az persze. Életében mit csinál egy fiatal, mondjuk, vagy nem fiatal, tök mindegy, egy független nő, de elég sok veszélyt hordoz szerintem magába. Volt egyébként erre egy marha jó film, amikor egy, nem tudom sajnos a címét, egy görög hajósba szeretett bele, aki ilyen kis turista hajóval vitte ki a hölgyeményeket, főleg a tengerre, és beleszeretett a nő a hajósba. Na aztán kiderült, hogy 87 nőnek csapja a szelet ugyanez a hajós, tehát, hogy minden nap levágja ugyanazt a műsort a görög nagyon szép, izmos Yorgos. De hát, Istenem, hát az nem baj, hogyha van egy kaland, csak hogyha ebbe többet gondol egy nő, akkor van gond.
Na de igen, ezért hát nem lehet, de azért nem lehet hibáztatni, de most, mert most az Anna szavaiból az jött hibás. Ki, nem. Hogy de, hogy igen. A magyar nő az hibás, mert izé, mert itt nem, van. Nem, hibás, nem. De hibás azért, Feri, közben. Hát nyilván odamész, és 3 nap alatt beleszeretsz egy egyiptomiba, egy tunéziaiba, és elhiszed, hogy egyébként ő is szerelmes beléd, nem tudtok egymásról semmit, meghív egy csomó dologra, aztán hazajön, és hirtelen össze akar veled 3 nap alatt házasodni. Azért ehhez naívnak kell lenni. Abszolút így van, megbutának. Itt volt Cseke Katinka sztoria. Megérkezett Yusuf, hatalmas szerelem volt a tunéziai medence partján, iszonyatosokat hemperegtek a homokba, ugye, és aztán kiderült, ugye, hát ezzel a történet, hogy nem zárult így happy endem. Hogy azt hitte, hogy az első látás a szerelem miatt csúszott meg a medence partján, közben csak túl sok mosószert használ. Megérkezett Budapestre, egyébként ha van egy Cseke Katinka számunk, rácsöröketnénk, hogy mi a helyzet ők vele. Ők azért együtt voltak talán... egy darabig, azt ne felejtsd el, azt szerintem az majdnem egy évig tartott, de nem vagyok annyira a Cseke Katinka életében otthonosan mozgó, de én úgy emlékszem. Próbáltam utána járni, de az internet nem hozta be ezt az oldalt. De én láttam egyszer egy német dokumentumfilmet, nagyon érdekes, mondanám a címét, de elfelejtettem, ami arról szól, hogy európai nők kijárnak Kenyába. És azzal ütik el az időt, hogy beleszeretnek afrikai, kenyai fiúkba, akiknek $20, $100 megveszik őket egy hétre. És ez egész szörnyen lélekromboló egyébként, de kenyai kalandunkban részt vett nők nyilatkoznak ebben a dokumentumfilmben, hogy ők mit kerestek ebben. És hát a kenyai férfiak azért elég jó testi adottságokkal vannak ugye megáldva, értitek nyilván, hogy mire gondolok. És erről igen, szól, hogy német, francia nők utaznak ki, és hát klasszik szexturizmus azért, hogy ott egy hétig beleszeressenek mondjuk egy kenyai pasiba. Így van, és fizessenek. A Robiba. Tessék? Nairobiba. Na jó, de ez... Beleszeressenek Nairobiba, és Robi pedig pénzt kap a kenyai nőktől, de itt legalább ez egy üzletszerű dolog, ki van mondva, hogy miről szól. Ez más, nem? Igen, de ez más, amit te mondasz, mert ugye itt fizet érte a csaj, tehát itt pontosan tudja azt, hogy egy szolgáltatás. Igen. Ennyit. Itt megveszi a fiúkat az a egy hétre, gáz. Két hétre. És hát nem tudom, tehát, hogy ugye férfiak, amikor elmennek például Tájföldre, az a dolog az hogyan van például? Ha már így visszakérdezik. Tehát ha a nők... Na jó, de ha a nőkre ha azt mondod, de várjál, hogy... kettő nem ugyanaz. Nem. Miért? Hogy Nairobiba mész egy feka fiúhoz $20 De igen, szerintem az ugyanaz. De tök ugyanaz. Most nem, ez csak egy mellékszál volt ez a kenyai vonal, ezt mint érdekesség akartam mondani. Itt ugye azért ne felejtsük el, hogy a magyar nők összeházasodnak ezekkel a férfiakkal. Vannak annyira naívak, hogy egyébként nem gondolják, hogy Yusufnak 45 másik tűzben tartott kis pálcácskája van egyébként, és 45 másik magyar nő van még. És beleszeretnek egy álomba, egy illúzióba, egy érzelembe, ami egyébként nincs, csak azért projektálják bele, mert itthon mondjuk csalódtak a férfiakban, de nem, ez nem lehet őszinte, nyilván aztán 100-ból egy lehet. De hogy kiderül, nincs pontos adat, hogy a magyar nőket a hivatal szerint egyre inkább érinti ez a probléma, és már az Unióban is felhívták a nők figyelmét arra, hogy ne utazzanak ki, vagy ha kiutaznak, akkor ne létesítsenek szexuális kapcsolatot, vagy ha még ez is megtörténik, ne higgyenek az ígéreteknek, mert nem szól másról, mint a papírok megszerzéséről. Azért ez kicsit naívnak kell lenned. Hát abszolút így van, egyetértek, pláne egyébként, hogyha abból a közegből kiszakadsz, ami úgymond az illúzió, hogy te kim vagy, ugye nyaralsz, vagy telelsz, tök mindegy, egy olyan helyen vagy, ami nem egy hétköznapi állapot, ezek a kapcsolatok általában a túlnyomó többsége, biztos van kivétel, nem bírják ki a hétköznapokat. Tehát kiszakadsz abból a közegből, amiben vagy, és akkor onnantól kezdve ez a dolog halott. Tehát ha nem hozza a reggelit az ágyba a pincér, meg nincs a pálmafa, meg a csobogó tenger, meg a nem tudom én mi, akkor ezek a kapcsolatok van, hogy egyébként nem működnek. Akkor működik, mert egy olyan pillanatba kap el az életben. Ez egy álomvilág, igen. Persze, mert hogyha aztán hazajönnek, és ne vegyék magukra, csak tényleg a példaképpen mondom, mit tudom, egy józsefvárosi bérház negyedik emeletén, tudod, egy ilyen izébe, egy ilyen szobakonyhás garzomba. Na most, hogyha majd ott kell átélned ugyanezeket a szerelmes, ugyanezeket a fantasztikus pillanatokat, ahol nincsenek pálmák, nincsen napsütés, ahol nincsen fullos ellátás, hát ott nehezebb lesz már. Egyébként ügyesen csinálják, mert a lélektan az, hogy úgy kényeztetik a nőt, ahogy egy európai soha.
Tehát hogy bánnak a férfiak sokszor a nőkkel, rondán beszélnek velük, nem elfelejtenek különböző dolgokat, nem éreztetik egy párkapcsolatban. És miért mondod, én rendszeresen viszek haza datóját? Igen. Jó, jó, de te egy tunéziai kamál vagy. Aha, tehát, igen. Te vagy a magyar kamál. Hazamegyek. Na, mit érte? Hozott a te kis kicsiseiket? És miről szól? Kimennek ezek az érzelmileg kiszolgáltatott, csalódott, megsebzett nők, és látnak egy udvarjas, előzékeny, kedves, romantikus férfit, egy olyat, amit egyébként itthon nem kaptak meg, vagy hiányzott nekik. Csak közben emögött aztán nyilván ott van az átverés, hogy ezek a férfiak se azért kedvesek, mert valójában fontos nekik a nő, csak hanem érdek. Mert papírt akarnak, és a nő szegény pedig visszajön, és rájön, hogy Kamál egyébként eltűnt. És nincs. Hát vagy megtörtént a házasság, és utána fordult a dolog, Kamál azonnal váltott, és egy más férfi jön haza. És még örüljön, hogyha nem esett teherbe. Hát az meg a másik. Vagy nem kapott egyébként egy jó hepatitis B-t. Oh, Anna, ilyen a szerelmet, látod? És így van. És hova tudjuk ezt még fokozni? Hát tudom. És ebben a pillanatban beütötte a legvaskosabb szöget. Miért kell ezt a szép történetet, ezt a hamupipőke sztorit, ezt, amit itt felépítettem, és már nők ezrei, érted, foglalják az utat Tunéziába, hogy bali, ha ez van kint, akkor megyünk Tunéziába. Na, így van. Erre hepatitis B-vel fölébresztesz minket ebből a gyönyörű álomból. Van védőoltás. Van, egyébként van védőoltás. Na jó, szóval, hogy akkor nem hibásak ezek a nők, mondhatjuk, csak kiszolgáltatottak érzelmileg inkább, nem? Vagy hát, én szerintem kicsit naívak is. Kicsit naívak. Igen, hát azért de hibásak szerintem, mert azért ezt, aki tényleg elhiszi három nappal, hogy ott elkezdi neked valaki csapni a szelet ilyen szinten, hát nem tudom, nem tudom. De figyelj, most te mondjuk egyedül vagy. Te mondjuk kalandra vágysz. Igen. Nincs Péter. Van egy barátnőd. És azt mondja, hogy befizettem a Yorgos Travelhez egy egyhetes tunéziai utat. Kimész, ledobod magad a medence partjára. Ledobom a textilt. És jön Kamál. Ledobod a textilt, és jön Kamál. Kamál elbotlik benne. Kamál illatos, Kamál udvarjas, nem akar semmit, érzed rajta, csak ott van, a harmadik nap meghív egy italra, az ötödik nap elvisz vacsorázni. Így van, bülbül szagú rózsának nevez. És kedveskedik, és romantikus. Hát nem mondd, hogy azért erre, ha mondjuk egyedül vagy, nem mondod azt, hogy egy ilyen kalandot elutasítasz nem, azon. Nem. Tegyük fel, most ugye egy fikcióról beszélünk, hangsúlyozom, tegyük fel, elfogadom ezt, de én azt a helyén kezelem. Amikor kimegyek a bőröndömmel a repülőtérre, integetek a drága kis páromnak, akivel lerúgdosod a lábadról. Igen, adok egy csókot a homlokára, és soha többet nem fogom látni Kamált. Francokat így kezeled a helyén, olyan szerelmes leszel, értem, mint egy tubarózsa. Nem, de lehet, hogy szerelmes leszek, lehet, hogy még a gépen azt mondja, hogy Istenem, Kamál, de nem, én nem fogok neki bedőlni. Egyébként most gondolkozom ezen, kicsit megértem ezeket a nőket. Tehát én azt gondolom, hogy érzelmileg, ha kiszolgáltatott vagy, akkor baromira gyorsan bedőlsz egy udvarias, jóképű, egyébként jól udvarló. De dőljél be, csak kezeld a helyén. Pasinak, tehát, dőljél de be. Nem tudod, hát erről szól, hogy kicsit elhiszed, hogy ez valójában neked szól. Kamál egy hét múlva érted, ír egy e-mailt, hogy Anna, Kamál nagyon hiányzol, kedves Anna. Hogyan tudnánk megoldani, hogy mégiscsak egy... Érted? Tehát, hogy folytatódik a bombázás. Ez a probléma. Nagyon jól mondott Feri, nem szabad kiadni a személyes adatokat. Érted, világos. Nincs e-mail cím és nincs telefonszám. A romantikus átverés egyik oldal egyébként az interneten való is, tehát az ismerkedés és a házasság, a másik pedig az internetes ismerkedés. Itt is Nigériából írogatnak nekünk. Hosszú, megtalálják azokat a nőket, csak néhány mondatban a másik oldal, akik társkereső oldalakon vannak fönt, fél éven keresztül, egy éven keresztül udvarolnak nekik, fűtik őket, szerelmet szőnek világhálón keresztül, semmi szex, nem gyanús a nőnek, hogy itt valami nem stimmel, és egyszer csak jön egy levél, hogy például a személy komoly autóbalesetet szenvedett, vagy ellopták a pénztárcájukat, utaljanak egy kis pénz, repülőtéren elkeveredett a csomag, bajban vagyok, egy éve levelezünk, te tudsz nekem segíteni, és nők ezrei utalnak át 1000 eurót, 500 eurót, 200 eurót. Jó, az megint egyébként... mondhatok hozzá valamit, megint csak a naivság. Ilyen levelet úgy hidd el, én is kaptam. Kaptam méghozzá Facebookon keresztül. Bizony, török még fényképet is küldött magáról a férfi ember. Na most következő, egy nagy delete kíséretében az ilyen levelet törlöm. Nem, figyelj, nem mész be. Te leveleztél ezzel előtt? De hogy leveleztem. Na jó, de itt egy évig építik a dolgot. Hát igen, akivel lehet építeni. Hát ez az, hogy erre válaszolnak csajok, meg küld magáról képet. Egyébként honnan tudod, hogy az ő, de oké, küld. És egyébként tényleg van, Balázs, az én ismerősém közül van, aki erre válaszolt. És úgy képzeld el, tényleg, hát kialakult, így ahogy mondod, kialakult köztük egy párbeszéd. Igen. Aha, na erre alapoznak. Abszolút ugye erre. Ugye cinglinőkről van szó, így van. Tehát ez nagyon fontos. Így van, ő is. Jó. Egy cingli csaj.
Megkérdezzük hallgatóinkat, hát ha volt ilyen, tényleg, aki vállalja ezt, elmeséli nekünk, vagy SMS-ben leírja a történetet, vagy bedőlt az internetes átverésnek, és egy párkapcsolatos oldalon ismerkedett, és egy év múlva mondjuk pénzt utalt, vagy kiment Tunéziába, jött Kamal, és az egész egy love story-nak indult, aztán szörnyű vége lett. Ebben szerintem egyébként semmi szégyelni való nincs. Nincs, meg hát, ha találunk egy olyan nőt, aki elmondja, hogy érzelmileg kiszolgáltatott volt, bedőlt, de átvágták. Meg mások okulására mindenképpen érdemes, meg hogy nehogy a mások is tényleg ugyanebbe a csapdába kerüljenek, amiben ti is voltatok. Hát nehogy aztán te kimenjél Tunéziába, ledobd a piros textilt, érted, és aztán érted, baklavázunk, baklavázunk, aztán érted. És az, igen. Valójában meg Kamal vagyok. Sehol a szerelem. Gyanús egyébként nekem ez a téma, fiúk, na mindegy. Nem tervezünk közösen Tunéziába menni. Na, hát ha jelentkezik egy hallgató, jó, mi ebben bízunk, tényleg nem akarjuk elítélni, jelentkezzen, aki volt ilyen helyzetben. SMS számunk változatlan 06 745 00 00. Hármas ugrásra is lehet jelentkezni, várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. Érdekes dolgokról beszélgetünk, ugye nagyon nagy divat a romantikus átverés, ami arról szól, hogy hogyan próbálnak magyar és európai nőkből pénzt kiszedni. Két útja van, az egyik ugye az, hogy kimennek magyar nők többek között egyébként, és az Unióból még sokan mások, és áldozatai lesznek a nagy mennyasszony biznisznek, ami ugye arról szól, hogy kimész, ott beléd szeret Kamal, jönni akar, összeházasodtok, és aztán kiderül az egész egy nagy átverés volt, ő csak a házassági papírt akarta, mert számos más papírt könnyebben kap meg. Az átverés másik része pedig ugye a romantikus átverés, amely egy internetes csalás, és egy olyan virtuális kapcsolatot alakítanak ki veled, melyben a célszemély hát tulajdonképpen elhiszi, hogy a másik személy szerelmet táplál iránta, egy évig leveleznek, aztán az adott személy többek között gyorsan, mit tudom, bajba kerül, pénzt kell utalni, de addigra már nem gyanakszol, hiszen egy éve tart a levelezés. És vannak, akik áldozatai ennek a történetnek, nagyon sok SMS-t kapunk, hogy kitől hogy próbáltak pénzt leszedni. Azt egyelőre kevesebben vállalják, hogy ők valójában kimentek mondjuk Tunéziába, Egyiptomba, és ott összejöttek Kamállal egy hétre, két hétre, és szerelem lett a dologból. Ezt egyelőre még nem vállalja nagyon senki. Pedig ez egyébként az, amiről mi beszéltük, hogy éppenséggel ez bele is férhet, hogyha ott akkor repülőtéren, vagy az elutazáskor, mielőtt felszáll az illető az autóbuszra, ez be is fejezik. Mert akkor nincsen belőle valószínűleg sérülés, később komoly lelkisérülés. Igen. Na nézzük egy-két SMS-t, hogy mik jöttek. Azt mondja, hogy két nappal ezelőtt én is kaptam egy levelet a Skype-on keresztül, egy dubai bank dolgozójától, hogy örökölt. Örököltem, nem dőltem be, de érkezett már szerelmes levél is, hogy tetszem neki a fénykép alapján. Magányos lehet, aki ilyennek bedől, de megértem őket, ezt Adrien küldte nekünk. Ugye itt a hívósza a Dubaj és a bank. Hú, Dubaj, hát ott még az arany is platinából van. Írországi tengeri hajóssal levelezik a barátnőm. Most támadták meg őket a kalózok. Aj, ne válj! Adjál már! Most támadták meg őket a kalózok, így a pénz is valamilyen módon és nagyon sürgetően szóba került. Egyelőre gyanús minden, de kíváncsiak vagyunk a tervre. Ezt Emi küldte nekünk. Csak tényleg tanulságos a műsor szerintem, hogy hány útja, módja van annak, hogy egy ártatlan, naív emberből pénzt próbáljanak kicsalni. Szerintem egyébként a társkereső oldalakon kevesen gondolnak arra fél évvel, egy évvel a sztori után, a megismerkedés után, hogy ebből átverés lesz. Addigra már klappol minden. Hát nem? De az ennél, ez azért nagyon nagyinak kell lenni, hogy tudod, hajós és akkor kalózok. Miért? Szomália mellett hajózunk. Aha, igen, űrhajós vagyok, nem tudok sajnos visszatérni, mert akkor lesz igazán. Nem tudom fölküldni nekem egy visszatérő kabinet. Gyanús, hogyha azt kérik, hogy a Budaörsi úton egy postaládába tedd bele a pénzt, mert majd onnan megy ki Szomáliába, hagyjál már. Hát vagy egy Western Unió, vagy valahol Latföld, tudod, és Szomáliába megkapják, igen. Na, itt van velük Judit, aki Cipruson élt, és szeretne a témához hozzászólni. Hello Judit, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello Judit, fú, de rosszul hallunk. Vezetsz, vagy mit csinálsz? Nem, kim vagyok az utcán, épp úton vagyok a munkahelyemre, és hallgatom közben a Monik show. Te Cipruson éltél, ugye? Igen. Ott bizniszt csinálnak a házasságból, kimennek a magyar nők, általában dolgozni, és ajánlatokat kapnak pakisztáni és palesztin férfiaktól, vagy akár indiaiaktól, hogy 4000 euróért házasságot kössenek, nem kell velük együtt élni. Annyi a feltétel, hogy két évig legyenek házasok, és hogyha jönnek ilyen ellenőrzések, akkor
csináljanak egy ilyen. Jó, de hát azért ez, bocsánat, ez más, ez tiszta biznisz, tehát ott... Igen, ugye? Csak annyi a probléma, hogy 2 év után elválhatnak, de ez nem történik meg, így jön a buktató, hogy nem akarnak ezek az illetők elválni tőlük. Aha! Aha, és nem tudnak kilépni a házasságból. Igen, pontosan. És pakisztáni, palesztin férfiakról beszélünk, akik egyébként igen, így házasodnak? Igen, főképpen igen, mert azok ott közel vannak a Szigetországhoz, át tudnak menni papírok nélkül, vagy akár ilyen ideglenes papírokkal, ott élnek, és akkor ilyen házassági szerződésekkel próbálnak bejutni Európába. És ha 2 év után ők elválnának, akkor vissza kéne menni Pakisztánba? Vagy miért nem akarnak el? Nem kéne visszamenniük, de így tartják sokban a nőket, akiktől ugyanígy tudnak további pénzeket visszakicsikarni, amit ők fizettek. Igen, nem is gondolná az ember tényleg, de a cikk alapján azért kiderül, hogy hány nő válik áldozattá, akik vagy összeházasodnak, vagy pénzt próbálnak belőlük kiszedni, vagy kicsikarnak az interneten. Igen, igen. Érdekes történetek ezek. Sajnos, azért tudom így elmondani. Össze is házasodott valakivel? Igen, és mai napig sem tudott elválni tőle. Ó, atyaisten. Hát igen. Az kemény. Az kemény. Igen. És te mit csináltál Cipruson? Az vendéglátásban dolgoztam több évig. De nem házasodtál? Nem, házasság közvetítette. Nem, ő közvetítette, igen. Te vitted ki a magyar nőket Ciprusra. Ciprusra házasodni. Na jól van, köszi, hogy elmondtad. Nincs mit. Sziasztok. Ciao, Judi. Hello. Szia. Egy ismerősöm amerikai katona mennyasszonya lett neten keresztül. Pénzt kért a srác, hogy ide tudjon utazni Magyarországra, majd a repülőtérre utazva autó balesete lett. A kórház küldött e-mailt a csajnak, hogy a barátja agyműtéten esett át, mindent fényképpel igazoltak. Az ismerősöm elhitte és totál magába zuhant, arról nem szól az SMS, hogy utalt-e, de a cikkben egyébként tényleg benne van, hogy vagy elkeveredett csomagra hivatkozva kérnek pénzt, vagy balesetet szenvednek, és utaljál pénzt, te vagy az egyetlen segítség egy évvel az ismerkedés után. De ez már iszonyú kegyetlen dolog. Igen, de persze. A másikkal szemben. Anna, nagyon szimpatikus a hangot, kérlek, vegyük fel a kapcsolatot, meg szeretnélek ismerni Jusuf Gábor. Jó. Segítsetek, most ismertem meg Anna hangját, de nem tudom elérni a telefonon. Kamal Tunisból. Kaptuk ezt is SMS-ben. Nem én éltem át, de egy ismerősömnek, aki elvált, udvarol a neten egy török illető. Nem ígér semmit, csak szerelmet val. Szegény kiutazott, hogy találkozzanak, aztán nem várta senki a reptéren. Komoly baj nem érte, de lehet, hogy ez is csak szerencse kérdése volt. Írja nekünk egy hallgatón. Köszönjük szépen. Hát ott is érted, kiutazol egy ismeretlen emberhez Törökországban. Mennyire bátornak kell ehhez lenni, nem? Hogy ott vár majd valaki egy Ildikó táblával egy isztambuli reptéren. Azt se tudod, hova mész. De totál nonsense. Hát és ezért volt már egy-két hollywoodi film is erről a témáról, hogy mi történik azzal az európai nővel, vagy amerikai nővel, aki adott esetben beházasodik egy olyan családba, ahol azért hát másfajta szokások alapján élnek. Nagyok a kulturális szakadékok, hogy ilyen finoman fogalmazzunk. Igen. Nagyon kemény történetek vannak. Én nem tudom, hogy így, ha nő lennék egyáltalán, mernék-e kiutazni, vagy lennék-e annyira bátor, hogy így kimenje valakihez, nem? A egy szerelem repülőjére ülsz fel, könyörgöm, ne felejtsétek ennyi. Már el, hogy beleszerelmesedett a férfiba, bármit kér, azt megígéri a hapsi, nem drágám, nem te leszel a harmadik feleségem, hanem az első. Tehát mész. Én értem, hogy persze, hogy mindig a racionális gondolkodást kéne elővenni. Ha szerelmes az ember, akkor eldob mindent, nem? Tehát, hogy én meg azért... egyébként is érted, hogyha most Balázs nő lenne, hát ez egy teljes Duna-Tisza köze, érted, a lábai előtt heverne, miért kéne már neki kimenni a Tuniszba, érted, figyeld az SMS-t, nekem egyszer jelentkezett egy afrikai testvérem, állítólag ikrek vagyunk, ő 18, én 15 voltam, ő fekete, én fehér. Mondom, nem túl sok a közös dolog. Mondja, hogy ez nem baj, küldjek neki pénzt, hogy haza tudjon jönni. Na... Hát, azért ez is. Igen. Mondtam neki, majd küldök. Azóta is küldöm. Mike írta nekünk az esetet. Nem építgette fél évig a sztorit. Hát most. Igen. A keresztanyám nyilatkozna, őt hívjátok. Hát, ha nektek sikerül lebeszélni az esküvőről. Nekem nem sikerült. A keresztmama kidobta magát egy tunéziai medence partjára, és megérkezett Kamal valószínűleg. Ja. Igen. Nincs már időnk, de szívesen lebeszélnénk. Igen. Na jól elszúrtátok a frankobíznyákot, ezt Hamal küldte nekünk. Köszönjük szépen. Kimentem Tunéziába, megismerkedtünk, hosszas ingázás lett a vége, és házasság, már itthon élünk. Na, a tessék. Több mint 8 év alatt szinte minden trükköt láttam, amit kint bevetnek. Jó. Ez jó, mert itt ugye van egy pozitív végkicsengés, nem? Anna, próbáljuk meg gyorsan fölhívni, hogy mit mond, jó? Csak 3 mondatban.
53 a vége, csak kíváncsi vagyok. Azt mondja, de ő is akkor ezért ment ki, vagy ő ott lett szerelmes, és neki mázlia volt, mert hogy nem volt akkor átverés a dologban. Nem egy szélhámossal jött össze, hanem tényleg szerelmes lett belé. Azt mondja, hogy sziasztok, Móni vagyok, csak addig egy másik SMS. Nekem az ismerősömet fűzték be, és kérték meg a kezét egy fotóval, amin volt gyűrű meg rózsa. El se hitte, és meg volt sértődve, amikor mondtuk, hogy ez kamu. Utalt volna, de nem volt pénze. Jézus, hála Isten, Atya Úristen. Jézus, Atya Úristen. Igen, azért azt tegyük hozzá, hogy sokszor olyan nőkről van szó, és nem akarom őket bántani, akik azért itthon nem azért nem találnak udvarlót, mert a személyiségük olyan, hanem mert egyszerűen nincsenek meg azok az adottságok, és ezek a sokszor talán kicsi rondább vagy túlsúlyos nők kimennek, és ott olyan visszaigazolást kapnak, amit itthon sose kapnának. Igen, meg azért ezt is mondjuk ki, és egy álvalóságot kapnak kint, és abba szeretnek bele, mert itthon meg a kutya nem szól hozzájuk sokszor. Ez is igaz azért, ha kimondjuk, ha nem. Nem? Hát vagy sajnos úgy hozta az életük, hogy olyan férfiakkal kerültek össze, akik hát nem bántak velük kesztyűskézzel ennyien szólva, vagy pedig nem tisztelték őket. Szóval sok csalódás van már mögöttük, lehet, hogy ezért kerestük egy másik helyen, egy másik kalandot. Igen. Na, van még a tunéziai sztorink? Feri, kérdezem, mit csinálsz, Anna, mit látsz? Semmit beszél, de úgy látom, hogy arabul, Jusuffal. Nincsen már, csak mondjon már valamit, dobjon már, vagy egy esemet. Beszél, tárcsáz, semmi. De elvesztettük Annát. Nem, nincs. Megvan, most van meg a telefonunk. Itt van. Halló, jó reggelt! Szép jó reggelt! Hello, Mária? Igen. Na, te írtad nekünk az SMS-t, hogy kimentél Tunéziába, és hogy hosszas ingázás lett a vége, 8 év házasság, minden trükköt láttál, amit kint bevetnek. Igen, hát nem 8 év házasság, 8 éve ismerjük egymást, azért azt elmondom előjáróban, hogy mi nem azért mentünk ki, hogy ez egy teljesen random nyaralás volt, és ez a Jusuf, ez ott dolgozott a szállodába, ahol mi nyaraltunk. Igen. De most ez nem lett egyből. Pont ezek miatt, amiket már ti is elmondtatok, hogy kultúra különbség, mentalitásbeli különbség, távolság, stb. Mi az országot nagyon megszeretük, és többször visszajártunk, de ezzel a Jusuffal mindig találkoztunk. De csak ilyen publikus helyeken, semmi egyebek, és egy év után adtam be a derekam. Hogy de azért jártatok vissza, hogy már randizzatok, vagy egy év után mentél vissza, hogy akkor most már legyen valami, és randizzatok? Hát az egy év alatt többször, tehát ez azt hiszem a negyedik találkozás volt, amikor randi lett belőle. Aha. És hát lényegében onnantól kezdve együtt vagyunk, a megismerkedéstől kezdve majdnem 5 év telt el a házasságig, és újabb egy év a papírmunkákkal, amíg sikerült elintézni, hogy itt is legyen velem, és majdnem egy év, mire megtanultunk együtt élni, tehát ez a nyári szerelem és egyebek, ezek tényleg eléggé eltorzítják a valós életet, úgyhogy azért ezt meg kell tanulni. De azóta is együtt vagytok, hűséges, igen, működik a dolog. És tényleg Jusufnak hívják? Valaki Jusufnak hívja őt a családból, de nem, ez az igazi neve. Hívjuk Kamálnak, mondjuk. Mi az igazi neve? Hát azt most inkább nem mondanám, mert igencsak függünk a bevándorlásiaktól, meg egyebektől, tehát tart az ember pont ezek miatt a rém történetek miatt, amik egyébként 90%-ban valósak. De változtatni kellett egyébként az életmódotokon, vagy elsősorban a te életmódodon, azért, hogy összesimuljatok, hogy legyenek közös kapcsolódási pontok, tehát például a svéd asztalról lesztek reggelit. Kecskét tartatok a nappaliban. Igen, tehát építettünk egy bárpultot, egy medencét, igen, tehát ezek megvannak. Tehát... Igen, és kicsit fura volt a kecskékkel együtt aludni, igen. Figyelj, és igen, nem félsz attól, hogy lelép? Vagy... minden reggel. Nem félsz attól, hogy lelép? Vagy még ennyi idő után már nyilván nem, de hogy azért az nem merült föl benned, hogy te is csak egy áldozat vagy, és azért kell ez, hogy neki meglegyen a papír? Hát a legelején tartottam ettől. Tehát azért valljuk be, hogy aki nem tart ettől, az egy kicsit naív. Tehát valószínűleg igen, benne volt a pakliba, de én úgy voltam vele, hogy ha engem akar, akkor engem akar, ha meg nem, akkor meg így jártam, volt egy boldog pár évem, amit én boldogan éltem meg, de hát nem akar elmenni az Istenesre, úgyhogy... Most már engednéd? Ugrasz ki a nyulat a bokorból, csak úgy... akar, menjen, de nem akar, úgyhogy... Nem, ugrasz ki a nyulat a bokorból, hogy miről szól ez a dolog, adj be egy kamuváló keresetet, mert ha nagyon kapaszkodik és nem akar elválni, akkor itt többről van szó, tehát provokálj egy vállást. Figyelj, mások, mint az európaiak, kedvesebbek? Mitől dőlnek be nekik a nők? Udvarjasabbak? Hát, jobban csapják a szelet? Három célcsoport van egyébként körülbelül, akikkel kint erőszeretettel vadásznak le. A 10 éves első egyedül nyaralok tinédzserként csoport, akik még tényleg nagyon naívak és tényleg mindent elhisznek.
akkor a sok gyerekkel egyedül maradt elvált anyukánk, illetve a, hát a Kimax környéki vagy azutáni nőiességüket még kicsit visszasíró egyedülálló hölgyek. Tehát ők a legpotenciálisabb célpont, de mostanában egyébként leginkább tényleg interneten megy ez, és akkor amikor már kimegy, már a reptéren az újjára kerül a gyűrű. Tehát most ez a legjobb. És ezt honnan tudod, hogy Yusuf barátai ezt csinálják? Vagy Yusuf neked mesél arról, hogy egyébként képzeld el, Kamal, az öcsém talált egy francia nőt, és elvette 3 nap után. Tehát ezeket te honnan tudod? Hát én láttam is, tehát azért az tény is való, hogy az én párom se volt szent előtte. Tehát egy szállodában dolgozott. Azért ez szép, hogy ezt így bevállalod. Most mit szépítsek? Tehát attól, hogy nem látom be, attól ez még így volt. Tehát, igazad van, meg neked bejött és nem ment el, mondjuk valószínűleg azt tudja, hogy Észtországban van valami. Nem talál ki az országunk. Igen, nem mert neki megmondani. De és ő mit csinál itthon? Tessék? Ő mit csinál itthon? Most ide, magyar munkája lehet, munkahelyen dolgozik. Vendéglátásban dolgozik, de nem gíroszosnál, tehát nem gíroszosnál. Meg... Hagyjuk ezeket a rohadt előítéleteket, igen, falafel csinál valahol, igen. Megtanult magyarul? Nem, belvárosi felkapott helyen folyamatosan tanul, azzal kezdtük egyébként, amint hogy ide került, beirattam a nyelviskolába, ameddig a papírjai meg nem látták. És olyan volt, hogy azért azon kaptad, hogy úgy néz más nőkre, mert azért a vérüket nem tudják meghazudtolni, csajozógépek, tényleg, tehát bennük van, az de nem minden, volt, hogy láttad, de hogy... minden pasi megfordul egy szép csaj után, tehát... De néha már csak én szólom, te párod el is meg, edzi őket. Jól néz ki, tehát... Aha. Tehát nálunk hát ebből érdekes. nincsen gond. És... A gyerek is van? Rengeteg, még nincs, de már hamarosan, nincsen. Tehát úton van. Úgy, volt már olyan, hogy mondjuk egy... Vagy mondjuk egy ilyen belső zsebébe találtál egy karikára felfűző 30-40 darab karika gyűrűt, vagy ilyesmi, amikor beletúrtál? Nem, ilyen még nem volt. Aha. De figyelek innentől kezdve. Na jó, hát rengeteg nő egyébként nagyon hamar bedő ezeknek, mert ezeknek a hatalmas barna szemeknek a méteres szempillákkal. Meg ezt úgy kell elképzelni egyébként, hogyha kimegy egy nő, akkor nem egy Yusuf találja be őket, hanem kb. 30-40, tehát ilyen versenyt csinálnak abból, hogy na most ki tudja levadászni. Érdekes. Persze, és te ott vagy nőként, és azt hiszed, hogy a Kánaánba érkeztél, itthon meg senki nem nyújt hozzád. Most nem rólad beszélek nyilván, hanem hogy azért ezek a nők nem mindig attraktívak. De ez így van. Az esetek 90%-ában sajnos ez így van. Morning Show. Szeretnénk SMS-eket kapni hallgatóinktól, hogy egyrészt kinél hogy ment ez a dolog, férfi szemszögből is érdekel, és női szemszögből is maga a történet, amikor ugye konstatálta a férfi ember, vagy hát ezt ugye inkább a nő konstatálja, hogy indulni kell, elfolyt a magzatvíz, ugye megvan ez a bűvös mondat mindenkinél, hogy drágám, fogd a cuccot, amit előre elkészítesz, mert hogy elfolyt a magzatvíz. És innentől kezdve indulnak... A bonyodalmak, amikor a férfi vagy nem érti, vagy félreérti, vagy azt hiszi, hogy a nőnek pisilnie kell, vagy nem érti, hogy mi az a magzatvíz. Bemennek a kórházba, a férfi esetlenkedik, vagy nem esetlenkedik, otthonhagyja a kamerát, vagy éppen egészen közelről próbál kamerázni, ami idő után azért kellemetlen. Tehát érdekel minket mindkét oldal, hogy a női hallgatóink hogy élték meg ezt a dolgot, mit csinált közben életük szerelme, hogy próbálta enyhíteni a fájdalmat, és mit csináltak a férfiak, akik közben szerintem a legtehetetlenebbek, hiszen ott van életük szerelme, aki vajúdik. Segíteni nagyon nem tud, zavar van, vagy próbálod az egészet valamivel oldani, vagy hülyeségeket beszélsz, vagy te jobban izgulsz, vagy elvágódsz, vagy fogod a kezét, vagy üvöltözöl orvosért, és már látod a gyereket szinte kibújni, és még mindig azt gondolod, hogy nincs ott orvos, közben még nem történik semmi, és van 6 óra vajúdás. Tehát ez mindenkinek egy maradandó élmény. Akár így történik, akár úgy. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, hogy az egész ülésünket lefestetted. Tehát gyakor, de tényleg az elsőt, a Panna születése, az konkrétan így volt. Én fölkeltem reggel, hajnalban mentem akkor is dolgozni, és akkor jön ki a béka, és valamit mondott. Én fogkefével a számban félig alva még álltam a fürdőszobában, mondtam, mindjárt kimegyek, gyere pisilni. Kijöttem a fürdőszobából, és ő ott áll, és nem megy be, és most ideges voltam, mondom, nekem sietni kéne, hadd mossak már fogat, menjél pisiljél, feküdj vissza aludni, és akkor értettem meg, hogy ő azt mondja, hogy elfolyt a mag
ágazatvíz, megyünk szülni. Tehát pisilésről nem volt szó. Ezek után elhaladtunk még valami papírért az anyósomhoz hajnalban, akkor egy ilyen kis kör, majd elmentünk a kórházba, és miután az anyósomékat felhívtam, hogy azonnal hozzanak egy fényképezőgépet, mert az első gyerekünket hát csak megörökítjük, akik elfelejtették otthon, kiderült, hogy az én kabátom zsebében volt a fényképezőgép, tehát ugyanez minden. Be voltál, teljesen kész voltam. Pszichotikus állapotban voltál. Utána picit, még az egyik, onna mentem az egyik nővérkéhez, hogy tudom, hogy nekem be kell öltözni ilyen gumiruhába, vagy ezbe a műanyagba, tudod, vagy kék, vagy zöld színű, és zöld, mondtam, igen, hogy nekem adjanak valamit. És ő válaszolt valamit, és tovább ment. És én elkezdtem üvölteni, hogy engem ne hagyjon itt, adja ide azonnal azt a kék műanyag ruhát, mert én be akarok menni. És akkor mondta, hogy az előbb mondtam, hogy ott van az automata, és 500 forintot tessék bedobni, akkor megkapja a ruhát. Ilyen menő helyen szültetek? Ez nagyon menő. Ruha automata van, bedobsz 500-at és kiadja. Igen. Megőrülök. Ruha automata. Megőrülök. Egy baj van, hogy egy méret. Tehát, hogy nincs olyan, hogy ezért hármat kérték. Igen. És a fejedre tekerted. És szigetelő szalaggal próbáltam összefogni őket, egy méret volt. Ez nem volt, ez különösebben menő, Uzsoki utcai kórház, ott van ilyen, 500-at bedobsz, és akkor egy ilyen steril zacskóban kiadja a rucit, azt te fölveszed magadra, és mehetsz beszülni. A legnehezebben kezelhető élethelyzet szerintem, mert minden élethelyzethez azért hozzászoksz. Tehát tudod, hogy hogy kell viselkedned, ha valakit meglátogatsz a kórházban. Tudod, hogy mi van egy születésnapi partin, tudod, hogy mi van egy temetésen, egy köszöntőn, egy keresztelőn, mert ugye mindegyiken részt vettél már, és valahogy az ember beleszocializálódik, tudod? Talán a születés az egyetlen, vagy a családban az új gyermek érkezése, amit egyszerűen a saját izgalmattól se átélni nem tudtad még, hiszen az első. Hallottál már dolgokat, hogy ki mit csinál, de nem tudod, hogy mit kell csinálni. Lepróbáljátok egy csomószor, átbeszélitek, de az egész egy ilyen fura álomszerű valamiben történik, nem? Amikor ott vagy, emlékszel dolgokra, foltokban megvan, hogy csinálsz valamit, de ilyen önkívületi állapotban cselekszel, ugye? És nem egészen tudod, hogy van-e értelme annak a cselekménysorozatnak, amit éppen teszel, vagy segítesz-e ezzel, csak ilyen ösztönösen kapkodsz, csinálod, mész, segítesz, mondod azokat a mondatokat, amiket mondani kell, de valójában nem tudod, hogy mi történik. Nem? Fogalmad, és minden ilyen víziószerű. És minden ilyen kicsit víziószerű, bent vagy, fogod a kezét, jön az orvos, kiküldenek, visszamész, nem tudod, meghallod a gyereket. Fej van ott, ahol addig nem volt, és már ilyen vastag a karjai. Érdekes, ezt nem néztem. Én például a videózást, megmondom őszintén, nem értem. Azt én sem. Tehát a számomra teljesen felfoghatatlan, amikor apukák egyébként, ugye hát hallottam baráti társaságokban is, hogy felveszik. És ugye konkrétan tudok egy olyan történetről, hogy ismerős, nem barát, ismerős, betérdelt a mama lába közé, és kiabált, hogy kint van a feje, és zoomolt. Na most autofókusz! jaj, a blende! Na most nem is ez a lényeg, hogy te ezt ott felveszed, mert oké, hogy felveszed, hanem vannak karácsonyok, amikor a család majd leül és megnézi, hogy mi történt a mama lába között, érted? Megettük a diós beiglit, átadtuk az ajándékot, és most jöjjön Botondka születése, de jó lesz, nézzétek az ott a méklepény, és a rokonság végignézi, hogy mama van Judit, tehát ezt te valamikor újra beteszed? Mert az esküvő videót ugye a nők sokszor végignézik. De egy ilyen lábközé térdelt születési videót, azt kinéz végig? Azt nehéz. Hogy ezt minek csinálod, hogy ezt megnézed utána? Nehéz elképzelni, ugye? Hogy tényleg. Anyjuk, nézd már, hogy a lányom ott vagy amikor már sok karácsonykor megvolt, akkor már csak egy átlagos vasárnapi ebéd után is. Lefújtom a videóddal, megint ezt a kis petrezselyemes krumplit rántatósan, anyám. Ugye? Tehát, hogy mikor nézed ezt vissza, mert hogy valaki áll a nő fejénél és közben helyesen videóz, az jó, de tényleg sokan csinálják, hogy rázumolnak, hogy kim van a feje. És fölveszik az egész folyamatot. Hát azért azt ugye összejött a család szómaton, csak nem teszed be. Nem? Igen. Ugye? Hogy ez fura. És amikor Botondka hazahozza az első barátnőjét, és neki is megmutatják, hogy született Botondka, akkor van az igazi buli. Igen. És amikor elkezdenek, nézd meg, akkor kis kukikája van, nézd már még kis kukikája van, kis Botondkának te. Hallod, kis kukiká. És akkor tudod, hogy Jézusom, mama, papa, ne csináljátok már. Én arra emlékszem, hogy odarángattam magam mellé a szülésznőt, és csináltam egy maszkos fotót. Föltem a maszkot, és valamiért úgy éreztem, hogy ezt a pillanatot meg kell örökíteni, és valamelyik telefonomban egyébként ez a fotó még meg is van, hogy állok egy ilyen nagyon kedves szülésznővel, aki nem érti, hogy tényleg ez a legfontosabb, hogy én ott maszkban csináljak magamról fotót. Mögöttem látszik, ugye császár volt, de egészen az ajtóig. Ja, kórházi tehát maszkos. Mire nem, gondoltál, nem, hogy egy oxigén maszkos? Igen, ne, hogy azt hittem, hogy mit tudom én érted. Gázállarm maszk. Hogy ízének VUK maszk, vagy nem tudom, valamilyen vidám farsangi maszkot tettél fel, hogy oldjad a feszültséget. Igen, beöltöztem, igen, bádog embernek. Igen, nézd már, itt van Totó. Na, ki vagyok? A
apuka üljön már le. Toto! Toto vagy! Nem, ugye föl kellett venni ezt a zöld maszkot. Igen. És a fejkendőt, ezt a hálót, hogy ne legyen a hajasod semmi egyébként. Azt te kérted, ne az ugye. Jó, igaz. Jó, azt tetszett, én még kesztyűt is vettem, és valahogy azt éreztem, hogy nekem ezzel a szülésznővel kell csinálnom, mégiscsak a Viki élete az ő kezében is van, érezze, hogy én azért így együtt érzek. Oda rángattam mellé, egy ilyen birkózó fogással rászorítottam a nyakára, azt mondja, hogy ilyen fejet vág, mert szorítom a nyakát, és gyorsan csináltam egy darab fotót. Mosolyog! Ez van, az egész születésről egy ilyen kép van. Milyen okos apuka, nem? Csinált magáról egy képet maszkban egyébként. De nem, valahogy ez a videózás, ez nem, a videó nem volt, ez nekem nem volt ingerenciám erre, hogy én ott videózzak. Én pedig biztos vagyok benne, hogy itt a zavarban, meg a feszültségben számtalan olyan videóktól kezdődik, ahol pont a maszkos apukát nézik az első 15 percben, mire rájön, hogy fordítva fogja a kamerát. Tudod? Hányan elvágódhatnak? Hány anyuka tartja egyébként az apukákban a lelket? Gondold el, szerintem nagyon sokan csinálják, hogy anyuka egyébként, aki vajúdik, és neki nyilván sokkal nehezebb fizikailag, lelkileg, hát a legnagyobb csoda, de a legnagyobb vizet, fájdalom is ugyanakkor. Szomjas, nem a férjem, a férjem. Elvágódott, elvágódott. Tehát rengeteg apuka lehet, aki kevésbé bírja a gyűrődést, és ugye nem tudod, hogy mire mész be. Tehát úgy csinálod végig a 9 hónapot, hogy ott leszek, kicsim, bemegyek én is, ott vagyok, fogom a kezed, de amikor ez valójában megtörténik, akkor véged van, ugye? Hát akik gyenge idegzetűek, vagy nem bírják a vért, vagy nem tudom, amikor ott megérkezik a kis... Hát azért ez egy tök komoly szituáció. Hát a más esetben, hogyha mondjuk 3-4 férfit találnál a mesztelen feleséged mellett, azért azt gondolom, hogy az így szintén felzaklatna. 3-4 férfit a mesztelen feleséged mellett, aki egy ágyon fekszik, egy más élethelyzetben azért ez kikészítene. De itt? De ott egyértelműen dühös lennél. Egy ilyen helyzet... Nem. Ott is keresnéd a videókamerát. Igen. Na, van egy szülésznőnk, aki valószínű megjárt már nagyon sok esetet. Kriszta, jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Te szülésznőként dolgozol? Jól mondom? Igen, én szülésznőként dolgozom 21 éve. Hát akkor, most reggel 10-ig tudsz nekünk mesélni. Hogy hát általában van. Kik a legnagyobb terhek, az anyukák, vagy inkább az aggódó, izguló és néha elájuló apukák? Kikkel van a több baj? Inkább apukákkal szokott lenni, meg a családdal. Ők, akik nagyon szurkolnak. Ők, akik szurkolnak. Van egy-két konkrét történetet, hogy mit kellett mondani az apukáknak, mit csináltak, hogy reagáltak, írtak-e valamit, videóztak? Milyen furcsa dolgokat éltél át a szülőszobában? Igen, hát többféle apuka típus van. Vannak, akik ugye nagyon felkészültek, nagyon készülnek rá, tervet készítenek, mi szerint fognak megérkezni, mi történik. Aztán az ellenkezője történik, és akkor nagyon meglepődnek. Aztán vannak, akik ugye nagyon felkészültek, és segítenek abban, hogy így vedd a levegőt, ezt csináld, azt csináld, és akkor ebből történnek a vicces esetek, mert akkor volt már olyan a példa, hogy anyuka azt mondta, hogy oké, most maradj csendben, túlélésre játszom. De vannak apukák, akik elsajátítják a légzést, és azt próbálják diktálni anyunak, hogy kell lélegezni? Természetesen, és ebbe előbb-utóbb ők lesznek rosszul, majd elájulnak. És akkor így megpróbálják. Igen, mert lehet közösen ezeket a kismamatornákat is ugye közösen csinálni, és akkor itt ezeket az alapokat el lehet sajátítani. Azért ahhoz férfiak nagyon elszánnak kellene, hogy elmenjél egy ilyen kismamatornak. És most. De az azért nagyon kell. Nagyon elszánnak kelleni. És akkor mit csináltok? Ki a fontosabb? A szülő anyuka, vagy az elájult apuka? Vagy arra van egy külön tím, aki kihúzza apukát ilyenkor? Hát igazándiból ilyenkor anyukával szoktunk foglalkozni, apukát azért szoktuk mondani, hogy szolidan itt a sarokba, hogyha gondolja, foglaljon helyet, mert nem biztos, hogy tudunk vele túl sokat foglalkozni, és ott csendben a sarokban lecsúszik a fal mellett, és akkor ott nem okoz problémát. Hát nagyon szürreális lehet, hogy mama vajudik, néha esetleg kiabál, ordít, apuka meg így csúszik le a széken, és éppen ájul el. Nem is egyszerre két problémát kell megoldani. Hát igen, de ez azért elég ritkán fordul elő. Tehát nem annyira jellemző. Az elő szokott fordulni, hogy apuka túl képzett, és akkor mondja, hogy nagy levegő, toljad, te meg odamész csendbe, és azt mondod, hogy ne, anyuka most ne tolja, apuka menjen ki. Mert én ilyen sztorit hallottam. Volt ilyen, de nagyon sokszor inkább a kismamák oldják meg. Igyekszünk azért nagyon toleránsak lenni mind a két fél felé, mert azért valljuk be, ez apukának sem egy egyszerű helyzet. De volt arra példa, amikor apuka ez a nagyon szurkolok, nagyon megmondom, nagyon így, és ezt az anyuka egy ilyen jól irányzott, jobb egyenessel oldotta meg. Ne csináld, bevert egyet a férjének, tényleg? Komolyan, és akkor egy 5 percre csendet kaptunk, tehát.
Még a mamában is volt egy kis adrenalin, nem? Az, amikor beversz a férjednek, azért ott is dolgozik az Sajnál! A... És apuka egy elvágódik, tudod, mert a mama leüti. Ott azért megvannak az erőviszonyok a családban, tehát apát nem irigyeljük annyira az otthon, igen, otthon lét miatt. Igen, szerintem, ezt úgyis végigéltétek, azért biztos néhány gyilkos pillantással találkoztatok ti is. Persze, persze. Volt. Volt gyilkos pillantás, mondjuk az érészemről is. Mi bementünk, ezt elmeséltem már régen, de te szülésznő vagy, akkor tudsz ebben segíteni. Bementünk, hogy a Vikinek most már nem tudom, milyen hány perces fájásai vannak, de nagyon vajudott, meg tényleg nagyon fájt neki, de hát nyilván mindenkinek. És azt mondták, hogy hát jó, hát amíg nem jön az orvos, addig adnak egy algópirint. Az így természetes? Mm-hmm. Vagy ezt szokták adni? Ez egy picit mi meglepődtünk. Mondom, miért nem kalmopirint adtok? Vagy egy kalcium pezsgő tablettát? Tehát az algópirin azért az nem segít már egy ilyen erős fájdalmon, nem? Hát ez nem jellemző, tehát nem az algopirin az, ami segíteni tud, tehát az már. Jó, mondjuk a sztorihoz azt tegyük üljük hozzá. Üljük le, kint adnak egy algopirint. Azt jó. Balázs, azt tegyük hozzá, hogy ti az újszülött osztályra rongyoltatok be először, nem? Jól emlékszem, azt is, mert... Picit túlvezérelt voltam. Segítsenek, a felesége milyen. Nagyon jó apuk egy ajtóval arrébb. Nem voltam szimpatikus. Konkrétan az volt, hogy bementünk, igen, és az új, és nem értettem, hogy miért nem nyit, és fogja a Viki a karomat, hogy neki ez nagyon fáj, csináljak már valamit. Én meg rángatom az ajtót. Nyissátok bárki, nyissátok bárki! Négykor bezárt a büfé, sebestjén, hogy lerángassák az ajtót. Ott nem hiszed el, amikor ott van a vajudó feleséged, egy perc a világ végének tűnet. Látod, görnyed, fáj, majdnem sír. Elkezdem rugdalni az ajtót, annyira ideges voltam, hogy miért nem jönnek ki a szülészeten. Hát itt van a bajba jutott nő, aki mindjárt... És én egy ilyen álmos nővér, tudod, tapogatózó jön ki, apuka, ez az újszülött osztály, menjen egyet fejre. Úristen, és már elkezdesz a saját valóságodba létezni. Viki, álljál már le! Hagyjad már, majd ezt elintézzel rá! Nyisd ki azt a hatajtót! Tudod, és nem is akkora kellemetlen, ugye, amikor az a nővér elmondja, hogy apuka, maga barom, menjen, megy, félbe az újszülött, hanem amikor megérkezel a kis deddel, hogy itt vagyunk. És ugye ugyanaz a nővér jön veled szembe, aki két nappal ezelőtt, vagy egy nappal ezelőtt ugye látta, hogy agyonrugdastad az ajtót, igen. Az mit jelent egyébként, hogy van olyan Krista, aki nagyon precízen készül a szülése? Mi táblázatot vezetnek? Vagy nem is értem, hogy értékelik a szülés? Vagy... Akár. Tehát a vajudásról nekem az egyik olyan volt, amikor azt is gondolom, hogy elég toleráns vagyok és türelmes, de akkor én is elgondolkoztam azon a mondaton, hogy most akkor lehet, hogy ezt abba kéne hagyni és kimenni, amikor apuka laptoppal érkezett meg, és gyakorlatilag a fájások sűrűségét, erősségét, hosszúságát egy Excel táblázatban. De, komoly. És akkor a végén volt egy értékelés? Vagy mit csinált ezzel az Excel táblázattal? Hát erről már nem tudok, de akkor sem igazán értettük, hogy ez most tulajdonképpen miért is fontos abban a pillanatban. Papa erősen műszak is volt, azért megérkezett a szülés egy Excel táblázattal, nem? Ennek a fájdalomnak még nincs itt az ideje. Nézzünk egy összehasonlító táblázatot. Az éves statisztika alapján a szülőnők 80%-a. Papa kicsit informatikus vonalon. Ebben a periódusban hasonló diagramokat produkál. Köszönjük, hogy telefonáltál, örültünk, hogy beszéltünk. Jó munkát neked. Köszönöm, sziasztok. Sok hello. Szép szülést. Köszönjük szépen, ciao, hello, hello. Nézzük egy-két SMS-t, hogy mit írnak a hallgatók. Nagyon helyes történetek vannak egyébként. Én konkrétan elkezdtem felmosóval futkározni a hálószobában a magzatvíz elfolyása után. Féltem, hogy felhullámosodik a laminált padló. Milyen körülmények? Te vagy az én emberem. Nagyon jó. Ez nagyon szimpatikus. Ez a praktikus, racionális gondolkodás volt, ez a szívemig hatolt. Aztán nálunk nem folyt el a magzat, viszont már szülési fájdalmaim voltak, a fájdalomtól letérdeltem és a pufra könyököltem. Erre a férjem megkérdezi, keresel valamit? Azért az is nagyon jó. Nálunk az orvos rászólt a férjemre, hogy őt is engedje már oda, amikor lehetett látni a fejecskéjét, letérdelt és ott gügyögött a fejecskéjének. Az milyen, amikor így megjelenik? Kicsi, mindjárt kint vagy, na, végre találkozott apuka, meg babuka. Az én férjem közölte, ez a legszebb, tartsd már vissza, amíg vége lesz a meccsnek. Az milyen? Nyugodt apuka. Hát érted, nincs elég bajom. Mexikói futballvilágbajnokság, Dánia-Spanyolország mérkőzés, amit a spanyolok nyertek 5-1-re, mivel a meccs és a közvetítés 0 órakor kezdődött, apuka kérésére a pici lánya megvárta az első félidőt. Az nagyon menő, nem? Jó, nyugi, ülj már le. Mindjárt. Ezt még bevarjuk, érted? Kitömjük ezeket a majmokat, aztán mehetünk. Szülés csak hagyján, anyósom az anyja temetését videózta, majd az első randik egyinként megnézette vele. Jézus atyám! És nézd meg az anyám temetését! Morning Show! A Klassz FM! Hello Krisztián, jó reggelt kívánunk neked! Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Fellépés szervező, ez a jó titulus? Vagy mit mondják? Az igazság, hogy én nem akarom most elvitatni azt, hogy nem én vagyok a Kozsmának a menedzsere. Engem a család kért meg, hogy szállják be ebbe a dologba.
mi ezeket a nagy partikat, ott a partikat, a nagy regulikat szervezzük, illetve több kérdés. Most ezt reklámozzuk, légy szíves, jó? Most ezt reklámozzuk. Muszáj volt elmondanom, hogy mi a feladatom, elnézésedet kérem. Ezt csinálom, nem, nem a menedzsere vagyok. Jó, hát azt is el lehet mondani, hogy partit szervezel, elég az nekünk. Krisztián, a legfontosabb nyilván itt a cikkek előtt, hogy hogy van Kozsó, ez a legfontosabb mindenek előtt. Jelenleg nincs új információ, tehát folyamatosan gyógyul, javul az állapota, és a pénteki napon fog a családból kiállni valaki, aki részleteket is mond, illetve nagy valószínűség szerint az az orvos is, aki őt megműtötte. Ezek a legfrissebb információk vele kapcsolatban. De az állapota stabil? Az állapota abszolút stabil, szerencsére. És hát én azt gondolom, hogy az ima, illetve azt nagyon sokan gondoltak rá a hallgatók, ez nagyon sokat segített neki. Na hát ezt elmondtuk többször, hogy nagyon drukkolunk neki, és hogy mielőbbi felépülést kívánunk. Igen, féltem is, hogy nem lesz jó fejek különben. Tehát, hogy meg őnek is volt egy ilyen félelme, hogy mennyire szét fogja szedni őt a média. Én azt gondolom, hogy aki átérezte annak súlyát, hogy ez az ügy most komoly, az abszolút úgy állt hozzá, hogy például ti vagy, ahogy a többi normálisan működő médium. Hát én azt gondolom, hogy azért, tehát hogy sokan persze humorizálnak, meg mi is megcsipkedünk valakit, de hát azért, ha komoly baj van, akkor mindig is úgy szoktunk kommunikálni, meg azt szoktuk mondani, hogyha bárkivel bármi történik, hogy a jobbulást kívánunk és drukkolunk, és hát Kozsónál nyilván van egy érzelmi szár, elég sokszor megcsipkedtük, nagyon kedveljük őt ennek ellenére, sokszor szerepelt a műsorban is, mindig föl is vette nekünk a telefont, tudom, hogy kedvel minket a sok csipkelődés ellenére, tehát persze nagyon drukkolunk, hát ilyenkor az ember ezzel nem humorizál, de szerintem ez egyébként egyértelmű. Mit szóltatok tegnap, amikor két bulvárlap egymásnak teljesen ellenmondó dolgokat hozott le? Számomra teljesen megdöbbentő. Tudom, hogy működik a bulvár, és nincsenek illúzióim, de elképesztő, hogy két napi bulvárlap címlapon ilyen teljesen egymásnak ellenmondó információkat hozzon le. Hát amikor az egyik kereskedelmi csatorna riporterétől értesülök én délután arról, hogy a vizes lepedő rám van húzva, akkor én azt gondolom, hogy ezzel nagyjából mindent elmondtam, tehát ez számomra is egy megdöbbentő dolog volt. Én csak annyit tudok mondani, hogy egyik állítás sem igaz, és ennyit a bulvárról. Tehát mi folyamatosan próbáltam én informálni a médiát, és tényleg mindig a leghitelesebb infókat, amit az orvosokkal, családdal egyeztettem, ezt kérték tőlem, ezt kérte tőlem a család, mert hiszen olyan szintű nyomás alá helyezték a kedvesét, a kislányát, illetve a testvéret, hogy azt mondták, hogy Krisz, nem tudunk telefon, nem tudunk létezni, nem tudunk semmit csinálni, kérlek, segíts ebben, és alapvetően utána pedig, amikor nincs friss információ, akkor belekapaszkodnak olyan dolgokba, amit hallanak innen, hallanak onnan, aztán pedig elkezdődik ez a dolog. Mondom, tehát Oszkár bácsi él, és soha nem adna interjút, hiszen nem elérhető, tehát egy olyan helyiségben van, egy olyan helyen van, ahol idézve a család egyik tagját, max a szúnyogokkal vagy a legyekkel tudna interjút készíteni. Tehát ott semmi nincs, senki, csak ő, a kis műhelye, és semmi más. Tehát, hogy én nem is akartam, nem is tudtam erre mit mondani, én erre szintén csak ennyit reagálnék, mert számunkra megdöbbentő, hogy milyen irányba megy ez a történet. Tehát pont azért próbáltak a zenésztársak, a barátok segíteni, hogy ne eszkalálódjon ennyire a történet. Tényleg arról beszéljünk, hogy Kozsó minél előbb meggyógyuljon, ehhez képest tegnap már elindult ez a henger. Igen, az megdöbbentő volt. Egyébként főleg egy halálhír, szóval azt gondolná az ember, hogy az újságírói etika azért az diktálja, hogyha valakinek a halálhíréről írnak, és azt írják, hogy mondjuk Kozsó édesapja meghalt, míg a másik bulvárlapban ugyanazon a napon egyébként lejön az, hogy Kozsó édesapja nyilatkozott. Ugye jól mondom, Feri, ez volt, hogy Kozsó édesapja nyilatkozott. És mind a kettő kamu. És mind a kettő egyébként hazugság, mert hogy nem nyilatkozott, ugye hazudott az egyik újság, vagy állított legalábbis valótlant. A másik újságban pedig ugye hát aztán az teljesen értelmezhetetlen, hogy meghalt. De hogyha egy ilyet ír le, akkor legalább két forrásból ezt a dolgot megerősíti, utána jár, megkérdezi, és nem hagyatkozik arra, hogy elmegy egy újságíró, egyébként név szerint tudom, hogy kicsoda, és megkérdez valakit, aki azt mondja, hogy hát az ő már régen meghalt. És ezt kész tényként veszik, nem veszik a fáradtságot, hogy még valakit utána kérdezzenek, utána járjanak, hanem egész egyszerűen teljesen nyugodtan megírják ezt a dolgot. Egy olyan informátortól, aki hát nagyon keveset tud a családról, vagy sőt minimálisat, mert harmadrangú szomszéd mondjuk.
Ti tudjátok egyébként, hogy ki mondta ezt, vagy hogy honnan volt az újságíró információ? Nem igazán szeretnénk a család kérésére sem ezeknek a dolgoknak utána menni, illetve a Pécset is vannak problémák a klinikán, tehát olyan információk vannak, amik nem igazak, és amiket kiszivárogtatott XYZ. Az az igazság, hogy próbálják ott is védeni őt, és próbálnak olyan szituációkat teremteni, ahol őt nem lehet fotózni, ahol 24 órás ügyeletben van, mert most mindenki, aki ugye ott dolgozik, olyan információk birtokában van, ami a média számára értékes lehet, és tényleg ez brutális, hogy meg kellett erősíteni ott a biztonsági személyzetet, kísérik a folyosón, hogy ne lehessen őt fotózni, tehát hogy megdöbbentő az, hogy mire képes a média egy-egy fotóért, és milyen ajánlatokat tesznek ott az ott dolgozóknak. Tehát, hogy számomra ez is megdöbbentő. Én amikor felkelt a család, azt gondoltam, hogy mindenkivel korrektül fog viselkedni a sajtó összes képviselőjével. Sajnos meg kell válogatni, hogy kinek milyen információt adunk, vagy kinek adunk olyan információt, amit elsőként hoz le, mert általában a többség azért visszaél ezzel. Tehát, hogy tényleg meg vagyunk döbbenve ezen, és nem tudok boldog lenni, vagy jó dolgokat mondani, mert tök más dolgokkal foglalkozunk, mint azzal inkább, hogy meggyógyuljon, és hagyjuk végre békén ott az intenzív osztályon egy kicsit gyógyulni az ember. Nem tudsz összeget mondani véletlenül, hogy mennyit ajánlott a kórházi dolgozóknak, hogy egy fotót készítsenek Kozsóról? Nincsenek információink, csak azt tudjuk, hogy onnan folyamatosan volt szivároktatás, ami többszörösen kellemetlen dolog. Tehát, hogy nem gondolnám, hogy itt összegekkel győznének meg embereket, hanem ezek vidéki kórházban dolgozó, egészségügyi dolgozók, tehát én lehet, illetve azt gondolom, hogy nem feltétlen az a meggyőző, hanem hogy tud beszélni esetleg egy budapesti XY-nal, aki vagy szimpatikus számára. Tehát én azt gondolom, hogy inkább ez alapján működnek a dolgok, de hallottam olyat is, hogy különböző tévésokból vagy színházakból is ajánlottak már jegyet, illetve a helyi újságnak is így ment ki az információ, hogy ott egy helyi ott dolgozó ember adta ezt ki. Azt konkrétan én úgy hallottam, hogy valami fajta ellentételezésért, ami nem pénz volt, hanem valamiféle belépő. Tehát ezért ez durva, nem? Hát hihetetlen. Számomra ez egyébként kevésbé meglepő, megmondom őszintén. Tehát az, hogy a bulvár sajtó információhoz akar jutni, az számomra kevésbé meglepő. Nyilván megvannak az eszközeik, nyilván ezeket az eszközöket használják, bulvár sajtó, megpróbálnak. Ezt csinálja nyugaton is a bulvár sajtó, ezt csinálja külföldön is a bulvár sajtó, ezt csinálja Schumacherrel is, hogy ezt csinálták, ugye megpróbáltak ott is információhoz jutni. Tehát a bulvár önmagában így működik, én azt mondom, hogy... Nincs gond, ameddig ez a dolog tényleg úgy működne, hogy minden információ ellene hallgatva. És vannak olyan lapok, voltak olyan tévétársaságok, akiknek mindig elsőként voltunk információt, pont azért, hogy legyen egy hiteles forrás a médiában. Na most ezt is olyan szinten második, harmadik napra kiforgatta a B, a C, meg a D kategóriás lap, vagy akár megjelent a közösségi oldalon egy hír, hogy Kozsó meghalt, egy ilyen lájkvadász oldal, tehát hogy itt tényleg mindenki széttrollkodja ezt a dolgot, és az alapinformáció az, hogy szurkoljunk a Kozsónak, az elveszik. Tehát, hogy engem inkább ez zavar emberként, aztán, hogy működik a média, nagyjából látjuk. Tehát, hogy tegnap is beszéltetek erről, hogy nálad hogy működött, aztán más híres embernél hogy működött. Sajnos ez benne van a pakliban, de alapvetően én azt gondolom, hogy továbbra is arra kell koncentrálni, hogy ő kijöjjön olyan, meggyógyuljon, és színpadra is tudjon állni. Tehát szerintem ez egy hogyne, fontos persze, dolog. Hát nyilván ez a legfontosabb. Persze nincs igazán jó út, tehát hogyha az ember választ egy forrást, akkor azt mások átveszik, máshogy írják le, ha nem választasz forrást, akkor azt gondolják, hogy azért hallgatsz, mert már biztos nyilatkozni se akarsz, akkor a baj van, akkor még nagyobb ügyet csinálnak, egy talán nem akkora ügyből, most nyilván nem Kozsóról beszélek, tehát persze pontosan látjuk, ismerjük, ebben dolgozunk mi is, hogy nincs igazán jó döntés, nem is tudsz jól dönteni, mert hát igen, döntések vannak, és aztán annak van egy csomó hozadéka. Tehát tegnapig tudtuk tartani körülbelül a médiát, tegnap volt az a pont, ahol ez az ügy már tényleg elment. És így tényleg zárásképpen csak annyit tudok elmondani, hogy a pénteki napon én fogom tájékoztatni a sajtóképviselőit, hogy családból ki fog kiállni, valószínű, hogy egy nyilatkozattal, illetve az az orvos, vagy annak az intézménynek a vezetője, ahol megtörtént ez a műtét, és ők tényleg ezt néhány szóban el fogják mondani.
lesz lehetőség akár kérdezni is. Még nem tudjuk ennek a formáját, mert a legjobb megoldást akarjuk választani, nem akarunk zarándoklatot a kórház körül, hanem egy teljesen független helyen ezt megszervezve. Nem tudjuk még, hogy hogy lesz ez, mert a másik gond, hogy napról napra azért változik az ő állapota, tehát nem véletlen van valaki az intenzív osztályon. Hát hogy nem tudnak biztosat mondani. Abszolút, persze nem is sukozó állapotom miatt hívtunk, nyilván nagyon drukkolunk, és ne is mondj többet, mert nyilván ez abszolút magánügy. Inkább ezt a tegnapi félreértést szerettük volna kicsit rálátni, hogy tényleg 20 éve ebben dolgozunk, de még mindig számunkra totálisan megdöbbentő, hogy egy harmadlangos információra hivatkozva egyébként úgy hozzák le valakinek a halálhírét, hogy egyszerűen nem járnak utána. Tehát szerintem ez hihetetlenül mély pont. Tényleg, és azért, mert egy újságíró kimegy, és valaki azt mondja, hogy ó, hát már régen meghalt, hogy annyit nem vesz tényleg, annyi fáradtságot, hogy legalább még egy vonalról lesz az információt megerősítse, hanem simán lehozzák, ez számomra totálisan megdöbbentő, és egyben elkeserítő is. Nyilván nincsenek illúzióim a bulvár működésével kapcsolatban, bulvárra szükség van, én nem azt mondom, hogy nincs, igenis kell, az emberek olvassák, ne legyünk álszentek, mindenki átlapozza ezeket az újságokat, magazinokat, tehát erre szükség van, csak amikor egy ilyen információt közöl egy ilyen újság, hogy ott nincs egy lapszerkesztő, egy főszerkesztő, egy olyan ember, aki azt mondja, megkérdezted még legalább két helyről, mielőtt lehozzuk, utána jártál másik forrásból, és ez a megdöbbentő. Mert az, hogy egy harmadrangú újságíró egyébként ennek nem jár utána, és ő leírja, utána az még több emberen átmegy. Számomra ez az elképesztően nehéz. De hogy a szerkesztő, főszerkesztő se kötelezi arra az újságírót, hogy járj utána, és simán lehoznak egy ilyet egyébként bárkivel kapcsolatban, ez szerintem elkeserítő és rettenetesen nagy mélypont. Na, Krisztián, nagyon drukkolunk természetesen, jó? Nem is akarunk Kozsóról nyilván többet kérdezni, úgyhogy drukkolunk, mondjátok majd meg neki, ha jobban lesz, de hát a legfontosabb, hogy a család ott van mellette, támogatjátok, mi is támogatjuk, és abszolút veletek vagyunk. Feri, látom, szeretnél még valamit kérdezni? Most egyelőre nem kaptam egy érdekes SMS, de majd visszatérünk rá. Jó. Krisztián, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy ezt elmondtad nekünk. Köszönöm, és kitartás. Szépen, köszönjük is. Szépen, jobbulást kívánunk Kozsónak. Köszönjük szépen, már a Krisztiánnal beszélgettünk, Kozsó fellépés szervezőjével. Na, hát csak jobban lesz, nem? Drukkolunk. Reméljük, persze. Igen. Így van. Most akarsz el visszatérni? Adáson kívül? Igen, föl kell hívjak valakit, és akkor majd látjuk. Ez egyik újságíró jelentkezett be. Az egyik újság. Jó, adjuk be őket. Én is nem, hát most kapom az információt, hogy szeretne ez a napi lap is megszólalni. Meghallgatjuk őket, kíváncsiak vagyunk. Hívjuk most adásba? Hívjuk őket fel adásba, persze, igen, mert én is kapom közben az információt, hogy szeretnének megszólalni, hogy van valami bizonyíték a kezükben. Hogyne, hát a lehetőséget adjuk meg nekik természetesen az úgy korrekt, hogy megszólaljanak, jó? Úgyhogy jövünk egy pici reklám után, 3 perc. Addig adásba tesszük őket, jó? Valakit fölhívunk a laptól, hogy elmondhassák az ő oldalukat is, mert ez mindenféleképpen kell, és akkor folytatjuk mindjárt. 4 perc, ma pontosan 9:30, jövünk a reklám után. 9:30 múlt, pontosan 7 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a laptopom is ilyen, gyerekek, mindjárt helyesbitek. Azt mondja, hogy 9:30 múlt, 3 perccel, így van. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Ugye tegnap fölfeleztünk valamit 2 bulvárnap címlapján, és azóta ezzel foglalkozunk. Kozsó fellépés szervezője, vigyázok, nehogy rosszat mondjak, Krisztián is beszélt velünk, és elmondta, hogy mi volt a tegnapi cikk apropója, ő mit gondol erről, és azóta folyamatosan csörög Feri telefonja, mert hogy ő van ugye Budapesten, és hívják mind a két bulvárlaptól, érdekes a dolog, mindjárt az egyik bulvárlap újságíróját adásba is tesszük, és mindenki mindenféle bizonyítékot akar hozzánk eljuttatni. Ezeket mi mondjuk is természetesen, mert az úgy korrekt, hogy ha elmondjuk a másik oldalt is, az egyik bulvárlap újságíróját adásba tesszük, de mondd akkor, hogy a másik bulvárlap újságírója mit mondott neked. Ők azok, akik ugye lehozták, hogy csináltak interjút Kozsó édesapjával. Így van, így van. Ugye azt állítottuk többször is, és Kozsó ismerőse is, aki az előbb beszélt, hogy az egyik újság, aki a halálhírét keltette, az rossz információt közölt, a másik újság, akivel én most beszéltem, ők azt közölték, hogy ők interjút készítettek Oszkár bácsival, és az volt az információ az ismerőstől, hogy nem készítettek interjút. No, hát így akkor van, ez ma hangzott el, ugye, Krisztiántól, hogy nem készítettek interjút vele, és hogy jó helyen van, el van zárva, és maximum a szúnyogokkal beszélget. Ehhez képest? Így van, az újság szerkesztője keresett meg engem. Igenis beszélt az újság Oszkár bácsival, röviden, de nyilatkozott, és erről fotó is van. Uh-huh. Tehát az újság, aki azt írta, hogy beszélt Oszkár bácsival, az valóban beszélt, és erről fotó, dokumentáció is van. Tehát az az oldal tisztázó.
Na, akkor az az oldal tisztázódott. Jó, ez rendben van így, akkor ezt a oldalt helyre tettük. Nem értem akkor egyébként, hogy Krisztián miért mondta, hogy nem beszéltek, ugye? Tehát itt akkor azért van egy kis kavar, sőt, hát nem is kis kavar, nagy kavar van azért itt a dologban. Mindegy, csináltak majd róla a fotót. Majd ezt ők elintézik egymással. Ezt ők elintézik egymással, persze, szeretném mindenkinek megadni a lehetőséget, hogy úgy jöjjön ki ebből a dologból, ahogy valójában történt. Ezért hallgattuk meg Kozsó fellépésszervezőjét, ezen újság képviselőjét SMS formájában. És itt van a másik napi laptól egy újságíró, Szekeres Tamás. Hello Tamás, jó reggelt kívánunk! Szervusztok, köszöntöm a hallgatókat. Hello Tamás, te milyen minősítésben vagy a lapnál? Újságíró, napi szerkesztő, heti rovatvezető, csak hogy tudjuk. Felelős szerkesztője vagyok a lapnak, és hát tegnap nekünk is nagyon kellemetlen reggelünk volt, mert hát azt láttuk mi is, hogy nálunk a címlapon meghalt, Kozsó papája a Blikben pedig beszélt, és hát elkezdtünk nyomozni, beszéltem a Blikes kollégákkal is, hogy melyikünk tévedett. Ilyenkor ti fölhívjátok egymást, hogy gyerekek, mi ezt hoztuk le, ti azt hoztátok le, úristen, akkor ki tévedett? Tehát van egy ilyen egyeztetés? Hát vannak elég jó személyes kapcsolatok, úgyhogy ezt megbeszéltük ezt a dolgot, és sajnos kiderült, hogy nekik volt igazuk, illetve hála Istennek az azt jelenti, hogy a papaért. Ez nekünk nagyon kellemetlen az ügy, és ezért kértünk az olvasókkal elnézést. Ezzel ideig az olvasókkal szembeni bűnünk az tényleg megtörtént, viszont amit a Krisztián állít, abban nem is azt mondom, hogy csúsztatás, mert akkor én nagyon gyenge szavakat használom, hogy konkrétan hazudik ebben az ügyben, ugyanis az információ tőle származik, a cikket látta és jóvá hagyta, tehát ő mondta nekünk azt, hogy a papa meghalt, amit most nálatok aztán élőadásban úgy csinált, mint hogy ez tőle teljesen függetlenül. Azért ez elég kemény. Ez a beszélgetés, ez egy Facebookos társalgás. Én azt hiszem, hogy jogi okok miatt ez levéltitoknak minősül, azt nem tudjuk nektek átadni, de bíróságon be tudjuk mutatni. Valószínűleg jogi lépéseket fogunk tenni ellene. Tehát egyértelműen. Na, hát azért ez nagyon kemény, amit mondasz. És ő ezt jóvá, látta a cikket, jóvá hagyta. Azt mondta egyébként, hogy a Kozsó húgától származott az információ, ő tőle tudja, hogy meghalt a papa. És te voltál az, aki személyesen leveleztél Krisztiánnal a Facebookon keresztül? Nem, ezt nem a felelős szerkesztők szokták egy lapnál intézni, ezt egy kollégám, egy újságíró kollégám, aki kapcsolatban állt vele, több cikk is megjelent a Kozsóról nálunk az utóbbi napokban. Ezt egy újságíró vitte ezt a történetet, ő beszélt vele, szerencsére ő annyira rutinos már, hogy tudja, hogy jó, hogyha valami dokumentum van a kezünkben, hogyha vitára kerül sor, akkor tudjuk bizonyítani az igazunkat, ezt meg tudjuk mutatni bíróságon majd. De mi oka lett volna, hogy ezt mondja? Tehát számomra ez nagy rejtély, holott ő most elmondta, hogy él, jól van, és elzárva a külvilággal, jó egészségnek örvend. De mi oka lett volna, nyilván ezen te is gondolkoztál, vagy megkérdezted az újságírótól, hogy akkor miért mondhatott ilyet? Hát nem tudjuk, a Krisztián, amikor bejelentkezett nálatok, akkor is egy kis promócióval kezdte a beszélgetést, én csak utólag hallottam. Rá is szóltam egyébként, igen. Rá is szóltam, neki nagyon helyesen. Mi azt gondoljuk, hogy minden eszközzel promotálja egy eseményt 22-én, és semmitől sem riad vissza, de ez feltételezés, úgyhogy ezt zárójelbe teszem. Csak mindegy, engem az különbözőben nem is érdekel, hogy miért tette. Engem az érdekel, hogy tette, és ez minket rendkívül kellemetlen helyzetbe hozott az olvasók előtt. És hát most ezért fontolgattak jogi lépéseket? A médiában, amit én megértek, valószínűleg fordított esetben mi is ezt tennénk, de hát vétlenek vagyunk azért. Én ezért örülök, hogy megszólaltok, ez fontos, tehát hogy mi mindig törekszünk arra, hogy azért mind a két oldal lehetőséget kapjon és megszólaljon egyébként, tehát hogy jó, hogy hallgatjátok a műsort, és jó, hogy betelefonáltatok, hogy szeretnétek megszólalni, mert ez így igazságos. Számomra teljesen értelmezhetetlen ez a dolog most már aztán leginkább, hogy itt valaki bajban van, valaki agyvérzést kap, szegény Kozsó, és az egész ügyből egyébként ez kerekedik, hogy közben pedig te, mint újságíró, mint felelős szerkesztő azt állított, hogy ugye hát tulajdonképpen neked ezt Krisztián mondta, akivel mi meg az előbb beszéltünk. Most hívom újra Krisztiánt. Jó, csak mondom, tehát Krisztián. Nem kell együtt. Nem kell, akkor. Igen. Állít valamit, amit így nem van. Tud bizonyítani, mi viszont tudjuk bizonyítani, amit mi mondunk. Ja. Rögtön beszélünk vele még egy kört egyébként, csak nem akarlak benneteket tudtokon kívül egy adásba összekapcsolni, mert nem ez a módszerünk, hogy akkor most hirtelen itt van Krisztián, beszéltek meg. Én vele nem is beszéltem, nem is ismerem őt. Úgyhogy azért mondom, hogy nem, de mindjárt fogjuk, mert kíváncsi vagyok, tehát ebben most akkor... Is. Igen, van még egy kör. Jó, köszönjük szépen, hogy ezt elmondtad. Örülünk, hogy ti is megszólaltatok. Jó, nyilván mindenki eldönti, hogy mit gondol, kinek hisz, fontos azért ez. Ha gondoljátok, akkor van ebben annyi, akkor tegyétek meg a jogi lépéseket. Én örülök, hogy mind a két oldal megszólalt. Hadd kérdezem meg, hogy te láttad ezt a levelezést egyébként? Tessék?
Te láttad személyesen ezt a levelezést? Tehát ott voltál? Neked az újságíró megmutatta. A beszélgetéseteket, mert én ilyen két lap érdítő értekezetem voltam, amikor az élőben ment. Utána meghallgattam, és utána bekértem a kollégáimtól, hogy ne a levegőbe beszéljek. Végigolvastam, egyértelmű, hogy nekünk van igazunk ebben az ügyben, hogy a Krisztián valótlant állít. Oké, köszönjük szépen, hogy elmondtad. Jó munkát nektek, Tamás. Köszönjük. Ciao. Hello, hello. Na, akkor viszont most hívjuk fel a Krisztián még egy mondat erejéig. Össze nem akartam őket rakni, hogy az nem tényleg a mi módszerünk. Most viszont kíváncsi vagyok, hogy erre mit mond. Tárcsázok. Király vagy. Ha fölveszi. Nem fogja, szerintem, mert örülnék. Érdekes, nem? Óriási szóval, hogy mennyi, mekkora mélysége van azért egy ilyen ügynek, nem is gondolnám, de hát pontosabban gondolnám. Súlyos vártak erről az oldalról és a másik oldalról is. Tárcsáztam, kérem szépen, már csörög is. Jó reggelt! Hello! Krisztián, jó helyen vagyunk? Persze, hát miért ne venném fel? Hello! Hallgattad a beszélgetést most az előbb a napilapnak a heti szerkesztőjével? Vagy rovatvezetőjével? Bocsánat, nem biztos, hogy jól mondom. Felelős szerkesztőjével? Tamással? Igen, hallottam, és a tegnapi napon is... Amikor ez a kereskedelmi televíziós riporter felhívott, akkor én onnan értesültem arról, hogy ők ezt a dolgot állítják. Azért volt számomra megdöbbentő ez a dolog, mert én azt gondolom, hogy ha egy ilyen ügy van, akkor minimum engem értesítenek először. Tehát én azt gondolom, hogy a lapnak az állításai azok továbbra is elég gyenge lábakon állnak. Egy olyan Facebookos vagy elmondás, hogy Facebookos beszélgetésre hivatkoznak, amit az én azt gondolom, hogy minden szinten lehet manipulálni. Tehát, hogy ez nem egy hivatkozási alap, a másik információ. Na csak nézzük a konkrétumot, bocsánat, Tamás azt mondja, hogy az ő újságírója veled konkrétan a te Facebook oldaladon levelezett, ahol te ezt állítottad, és ennek van egy lenyomata, van egy bizonyítéka, maga az írás. Azt mondod, hogy nem te ültél a géped előtt? Nem, én nem azt mondom. Azt mondom, hogy ilyen chat beszélgetéseket, ilyen Facebookos beszélgetéseket lehet manipulálni. Tehát én ilyet nem tettem, ez az egyik. A másik pedig a másik dologra reagálva, az információ a családtól származik, hogy Oszkár bácsival nem csináltak interjút. Tehát abban nem tudok úgy állást foglalni, hogy 100%-ig biztos lennék benne, de én hiszek a családnak, hiszen miért állna egy idős ember az újságíró elé, amikor a családból szándékosan pont azért nem nyilatkozik senki, hogy a Kossuth gyógyulására tudjanak koncentrálni. De akkor hogy lehet nekik fotójuk, hogy ott nyilatkozik? Az is manipulált? Nem, ezt mondom neked, hogy azt 100%-osan nem tudom megerősíteni. Én azt az információt a családtól kaptam, hát egyértelmű, hogy nem járok ki hozzájuk Szőrligetre, azt mondják, hogy Oszkár bácsi 100%-osan nem nyilatkozott. Tehát, hogy és akkor azt mondod, hogy ez a napilap, ez most hamisított egy Facebookos beszélgetést azért, hogy lehozhassa egyébként, hogy Kozsó apukája meghalt? Én nem állítom ezt a dolgot, de alapvetően... Hát de ezt mondtad, hogy az a beszélgetés nem történt meg veled, tehát kvázi hamisítottak? Én nem ezt mondtam, azt mondtam, hogy ez a beszélgetés egy manipulált beszélgetés. Tehát ez az újságíró, ami folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, pont azért, hogy legyen egy lap, ahol hiteles információk jönnek le, és ez, tehát hogy e-lap által olyan információk menjenek ki, amik igazak, amik nincsenek elfelejtve, de ez nem történt meg. Tehát, hogy pont az a nap volt az, amikor azt mondtuk, a család részéről is ezt kérték, hogy ma nincs új információ, ne hozzunk le semmit, várjunk egy kicsit, hogy jobban legyen. És mégis tehát akkor te nem állítottad azt, tehát akkor te nem állítottad azt, hogy a Kozsó édesapja elhunyt. Nem. Hát ez érdekes, Hát igen, csak megint ott tartunk, hogy megint ezen lovagolunk, ahelyett, hogy arról beszélnénk, hogy meggyógyulja. Na jó, én értem, hogy te mit mondasz, és értem, nyilván ez a legfontosabb, de azért, hogyha egy bulvárlap lehoz valamit címlapon, akkor utána nyilván ők megkapják tőlünk a lehetőséget, hogy elmondják, hogy miért hozták le, és ha két egymást után beszélő ember egymásnak totálisan ellenmondó dolgokról beszél, akkor azért emellett nem mehetünk el, amellett nyilván, hogy a legfontosabb továbbra is az, hogy a Kozsó meggyógyuljon, és az egész ügy nem lenne, ha itt nem lennének egymásnak ellenmondó nyilatkozatok egyébként címlapon. De hát azért számomra az totálisan megdöbbentő, hogy vagy te, aki azt mondod, hogy ezt a beszélgetést manipulálták, és van egy rovatvezető, aki azt mondja, hogy látta ezt a beszélgetést az újságírójával ezen a Facebook oldalon, amiben egyébként ezt te állítottad, mint fellépés szervező. Hát azért ez szerintem érdekli az embereket, és azért ez közérdeklődésre tarthat számot, azért ez egy nagyon szövevényes ügy,
ugyanakkor nagyon érdekes. Jó, nincs ebben több dolgunk, mindenki azt gondol, ahogy szeretné, meg mindenki azt gondol, amit akar. Meghallgattuk mind a két felet, mert így korrekt. Továbbra is nyilván Kozsó állapota a legfontosabb, neki jobbulást kívánunk. Krisztián, rendezzétek ezt akkor, ahogy szeretnétek, vagy ahogy jónak látjátok. Jó, köszönjük szépen, hogy beszéltünk már a Krisztiánnak. Köszönjük szépen. Csövi. Köszönjük, hello. Na, de örülök, hogy mind a két fél megszólalt, ez így korrekt. De érdekes, minden esetre nem tudom, hogy lehet egy Facebook beszélgetést manipulálni. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival.